és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Best of Morning Show. Vendégünk van itt a stúdióban, méghozzá egy olyan ember, aki számunkra, és azt hiszem talán fogalmazhatok többes számban, olyan dolgot csinál nap, mint nap, ami mindhármunk számára kicsit érthetetlen, értelmezhetetlen. Így van. De most nem ezért van itt. De mégis egy nagyon izgalmas világ tárul föl szerintem most előttünk, és van apropója is a dolognak, hiszen nem sokára bemutatják ugye a Jurassic Park legújabb részét, én már nem tudom, Jurassic Park 4 vagy 5, ami gyermekkorunk, hát kinek gyermekkor, igen, kinek kamaszkor, meghatározó filmjei közé tartozott, ugye Steven Spielberg által rendezett Jurassic Park 1991 vagy 92, amikor mikor nézte meg. Ki mikor nézte meg, akkor volt a bemutató, amikor szájtátva néztük, hogy triceratopszok, T-rexek, velociraptorok elevenednek meg előttünk, és hát életnagyságban 3D-ben, mit tudom én, mozognak a filmvásznon. Amiről most megkiderült, hogy kamu, az egész nem úgy néznek ki. Nem úgy néznek ki, igen. Akkor gondoltuk. És meghívtunk egy paleontológust, hogy beszélgessünk egy kicsit vele. Egyrészt magáról a filmről, hogy mi igaz abból, amit ott látunk. Igaz-e, hogy a T-rex az csak mozgásra közlekedett régen? Igaz-e, hogy a raptorok hárman támadnak egy előről, kettő oldalról? És magáról, erről a foglalkozásról, mint mesterség, ha valaki paleontológus, számunkra nagy rejtély. Ősi Attila vendégünk. Hello Attila, jó reggelt kívánunk! Te ezt már gyerekkorodban tudtad, Attila, hogy te csontok között botorkálva, csontokat kapargálva mész majd? Vagy láttál te is egy filmet, és az adott egy lökést? Nem, abszolút. Engem csak a gimnázium elején kezdett érdekel, 90-es évek közepén, de már az első Jurassic Park után. De láttad a filmet? Láttam. Az lökött rajta, hogy ez legyen? Annyit nem. Nem. Amikor azt láttam én már, akkor már... Akkor te már tudtad, igen, hogy ez a jövő. A múlt a jövő. Igen, az ajkai mozikba azért nem adták egyből a Kármánkolis megjelenés után. Az ajkai mozgóban. Igen, ez egy baromi érdekes dolog, amit ti csináltok, egyben számomra teljesen értelmezhetetlen, hogy kimennek felnőtt emberek, és hosszú-hosszú heteken, hónapokon keresztül túrják a földöt, valaki talál egy szabad szemmel alig látható csontszilánkot, körbeálljátok, leizzadtok, felkiáltotok, és azt mondjátok, hogy úristen, igen, meg, az nem az. 60 millió éves valami. Ráadásul Magyarország, ha jól tudom, lelőhelyekben nem is annyira gazdag. Tehát itthon ezt kutatni nem is annyira hálás feladat, nem? Hát ősmaradvány lelőhelyek azok vannak szép száma hazánk területén, de mondjuk dinoszaurusz lelőhelyekben tényleg nem bővelkedünk. Tehát 2000-ig csak néhány lábnyomot ismertünk a dinoszauruszoktól a mecsekből, amik 200 millió éves lábnyomok voltak. De az első csontokat, azokat mi találtuk meg 2000-ben a Bakonyban. És van olyan, hogy mit tudom én, egy ilyen gyengébb képességű paleontológus, amikor azt mondta, hogy nézd ott egy lábnyom, hol, és átgázol rajta, mert valaki egy kicsit mondjuk elragadott abban az adrenalintól, van ilyen, hogy hát biztos, de a lábnyomokat illetően nem mindegyik lábnyom olyan jól látható. Tehát aha, van olyan, amikor egy egész sétateret találnak, 1988-ban bekövetkezett, ez geológus hallgatók fedeztek fel, tényleg több 10 méter hosszan dinoszaurusz lábnyomok tucatjait, ahol valamelyik lábnyom tök mély és jól látható, szép, három új, mint egy csirke lábnyom, de valamelyik meg csak egészen seké. Igen. Egészen lázba jöttél, ahogy hirtelen erről lehetről elkezdtél beszélni. Mennyi ideig kell keresnetek ahhoz, hogy végül találjatok valamit? Hosszú hónapok után van valami, vagy van úgy, hogy az ember kimegy, és az első nap után van annyira szerencsés, lehajol, és talál mondjuk egy Tyrannosaurus fogat, mondjuk. Hát Tyrannosaurus fogat itt Magyarországon nem nagyon fogunk találni, de minden esetre az biztos, hogy beletelik egy időbe. Tehát mielőtt bármibe belekezdesz, először azt kell tudjad, hogy hol keresd azt a leletet. Tehát nem úgy van, hogy bemegyünk a Bakony rengetegébe, és mindjárt dinócsontot fogunk találni. Először azt a kőzetet kell megtalálni, azt az anyagot, amiben ugye a leletek lehetnek. Ez egyrészt olyan korú legyen, ugye, 85 millió éves mondjuk a bakonyi dinók esetében, de mindenképpen a dinók korából származó, ha dinoszauruszokat akarsz találni. Másik, olyan környezetben képződött anyag legyen. Tehát tengeri üledékes kőzet, ami nálunk nagyon sok van, a Budai-hegységbe, a Gerecsébe, a Bakonyba, vagy akár az Alföld területén is, nagyon sok helyen, persze mélyebben, ott nem keresünk dinoszauruszok maradványait, mert ezek alapvetően szárazföldi állatok. Úgyhogy azért nem volt egyszerű megtalálni, volt benne némi tudatosság, és volt benne szerencse is.
Olyan nincs, hogy én bemegyek mondjuk egy múzeumba, ellopok valamit, bemegyek a bakonyba, leteszem a földre, és három nap múlva megtalálom, és világhírű leszek? Ez elképzelhetetlen? A paleontológusok oda csempésznek valamit, hogy utána ők találják meg? Hát ezekre azért vigyázunk, úgyhogy mielőtt eljutná a bakonyba, már a sitten jössz. Igen, de előtte rettenetesen megvernek egy sikátorban a fejeden egy zacskó. Mert valahol Görögországba bemész egy múzeumba, azt megpróbálod elhozni, lerakod itt a bakonyba, megtalálod, és világhíres leszel. Van olyan, amit az ember felfedez ilyenkor, és mondjuk a világ számára teljesen ismeretlen? Vagy ahhoz tényleg baromi szerencsésnek kell lenni, hogy te mondjuk valami olyat találjál, amit még soha nem talált meg senki. Hát, hogyha egy olyan helyen ásol, ahol előtted még más nem ásott, és mondjuk földtani geológiai szempontból ez egy teljesen unikális hely, és a tetejében olyan kőzetben, amiben tényleg még soha senki nem talált semmit, akkor van esélyed arra, hogy új dolgot találsz. Az itt mellettem látható állkapocs, ez egy 30 centis állkapocs. Ez az. Ez azt nem dinoszaurusz. Azt hittem csúszli ágas. Ez egy ilyen V-alakú csontot igen, látunk igen, tulajdonképpen. Körülbelül 30 cm-es állkapocs, ez egy nem dinoszauruszé, hanem azoknak egy közeli rokonái, egy repülőhüllői, egy bakonydrákónak nevezett repülő. Bakonydrákó? Bakonydrákó. De jó, bakonysárkány, annak egy állkapcsa. Pontosabban arról egy hiteles, kézzel festett másolat. Ez a lelet, ez ebből egy darab van a világban. Uh-huh. Hol van az eredeti? Miért nem a Magyar Természettudományi Múzeumban van az eredeti, ott meg lehet nézni sok-sok más egyéb dinó lelettel együtt. Ha ő se lehetett egy veszélytelen állat. Tehát, hogy így azt gondolom, hogy ha a homlokomon kopogtatna egy ilyen csőr, elmerülnék neki. Na most az, hogy találtatok egy ilyet. Te leülsz a kis íróasztalodhoz, ahogy a hallgatók értsék, ez tényleg úgy néz ki, mint egy csúzli ágas. Honnan a francból rajzolod meg az egész madarat, de tényleg? Aki hát, nem madár, ez ugye, egy nagyon jó tudjuk. Kérdés, és igazából az egészet szöröstül, bőröstül, színes, nem lehet ezt így biztosra mondani. Azt tudjuk, hogy mi a lelet. A csontfal vastagság elárulja, hogy a repülőhüllővel van dolgunk. A morfológiája, a csőr, ennek a csőrszerű képződménynek a tulajdonságai mutatják, hogy ez valami állkapocs, és azt is tudjuk, hogy a repülőhüllőkön belül melyik csoporthoz tartozik. Az nem azok... lehet, hogy két ujjú láb? Nem. Imádom, hogy megfejtitek, hogy mit találtak igen, valójában. Én ezt a pontosan. Nem lehet. Én nagyon szeretem, hogy szakik vagyunk. Nem lehet, hogy az valami egészen már. Én meg itt csatlakozott a bokája, ugye? Az sima. Azért az egy érdekes pillanat lehet, azon gondolkozom, amikor az ember megpillant valami olyat, amit mondjuk x millió évvel ezelőtt látott valaki utoljára. Tehát azért az embernek lútbörös a hát, amikor erre gondol, hogy Jézusom, én kiveszek valamit a földből, és lehet, hogy utoljára ezt még 40 millió évvel ezelőtt látta valaki, vagy valami, nem? Hát gondolom ezért csináljátok, azért ez egy nagy pillanat lehet. Hát igen, alapvetően azt hiszem, hogy a legtöbb kutató vagy paleontológus életében ez az egyik legfontosabb momentum. Ez David Attenborough is nagyon sokszor elmondta a filmjeiben, hogy nagyon kevés olyan érzés van a világon, mint az, amikor elmész mondjuk ősmaradványokat gyűjteni, ott van egy kötőm belőtted, mondjuk 150 millió éves, ráütsz egyet a kalapáccsal, ketté nyílik, és ott van benne egy ősmaradvány, amit utoljára a napfényben 150 millió éve látott egy állati vagy akármilyen szempár. Utoljára. És tiéd az első, aki viszont látja. Ezeket a dinoszauruszokat, amiket mi látunk ábrázolva, ezek sejtés, hogy így nézhettek ki, vagy azért ezeknek van tudományos alapja, hogy a T-rex tényleg akkora volt, a velociraptorok tényleg olyan mozgékonyak voltak, akkorák voltak? Hát ennek van tudományos alapja, a csontanyag alapján. Tehát a legtöbb esetben a csontanyag alapján tudjuk rekonstruálni. Tehát például az, hogy ez az állat mondjuk hogy nézett volna ki a koponyája, ez a csont az, amit fel tudsz használni. A hossza, a morfológiája, a kiterjedés szélessége, és így tovább, ez az, amit tudsz használni. De az, hogy mondjuk mennyi hús, mennyi bőr volt rajta, vagy milyen színű volt, vagy tollas volt, vagy nem tudom. Az már feltételezés. Az részben feltételezés, uh-huh. Illetve közvetetten mondjuk más olyan repülőhüllők alapján tudnánk ezt a bakonydrákot rekonstruálni, aminek komplett csontvázas, sőt, akár a bőrének, vagy a kültakarójának a lenyomata is ismert, mondjuk Kínából. Volt, hogy te új fajt fedeztél föl, vagy körbe telefonáltál mindenkit a világban, és azt mondta, hogy gyerekek, én ezt találtam, senki nem tudta, hogy mi az, ami azt jelenti, hogy egy új faj, amit találtál, ilyen lehet? Ez egy új faj volt például. És ezt te találtad? Ezt Makádi Laci barátom találta, ezt a példányt, de végülis én publikáltam. De téged ki volt először? Hát ott volt. Együtt volt. És elmentett tőle, és megöltette. Laci már nincs velünk. Laci már nem mondhatja el a történet másik oldalát, viszont azóta erről te publikálsz. Tehát, hogy az ember felfedez egy új fajt, és ilyenkor mondjuk te adhatsz neki nevet, vagy te nevezheted el, hogy hívják, hogy vonuljon be a történelembe? Hogy igen, hogy ki publikálja, az egy olyan dolog, hogy ki az, aki adott lelettel foglalkozik. Tehát például nagyon sok leletet találtunk a bakonyban. Több mint 10 000 csontmaradvány ismert, köztük legalább egy tucat új fajjal. Ezek között van legalább 4-5 új dinoszaurusz faj, ilyen például a Hungarosaurus vagy az Ajkaceratops. És ezeknek a publikás, mint hogy én kezdtem Ajkaceratops? Ajkaceratops. Ajkaceratops. Közelében Ajkaceratops. Az Ajkát azt értette, a másik felét. Ajkaceratops. Ajkaceratops. Ajkaceratops.
Aha, és ezt a nevet adtátok neki. Igen. És mint hogy én dinoszauruszokkal foglalkozom, a dinoszauruszok esetében mondjuk úgy, hogy az én feladatom az, hogy publikáljam a leleteket, és mondjuk adjak nekik nevet. És innen jönnek ezek a nevek. És de mondjuk, hogyha mindenki lebeszélt arról, hogy magadról nevezd el. Találtam egy ősi leletet találtam. Most találtál egy nagyon régi leletet, vagy már elnevezted magadról? Nem, nagyon régi, de hát én találtam, értitek? Magára az ember nem nevez el. Nem, nincs ilyen, hogy magamról nevezni, nem? Sebestyén Raptó, azonnal. teljesen szerintelenül lelkiismeret furdalás nélkül. Tehát abban a pillanatban. Rákóczi Szaurusz. Olyan van, hogy csapkodod a földet, és mondjuk a kis érckalapácsoddal mondjuk ketté törsz egy leletet, és utána kicsit jel, és akkor kicsit ragaszgatsz, kicsit csalsz, és nem mondod el senkinek, hogy te azt éppen ketté törted a nagykutatásban? Sokszor előfordul. Tényleg? Igen. És akkor egyik szemed sír a másik nevet, hogy találtál, hát, és össze is törted? Jó, hát azért nem úgy töröd össze, hogy látod és ripityára töröd, de mondjuk úgy, hogy feszítesz fel a kötömöt, vagy éppen a kis piszkutával, ez olyan preparáló tű, azzal bontod a kőzetet, és egyszer csak így rattyan egyet, és így belehatoltál a csont oldalába, mondjuk egy csigolyába, akkor ott letisztítod, ecset, ragasztod minden, és egy fél napig ott görnyedsz, mire rendbe rakod. Olyan is, hogy egy picit visszahúzod rá a földet, és mondod, hogy Laci, fejezd már be ezt, légy! Ilyen nem fordulhat elő a mi csapatunkban. Lenne lehetőséged, lehet, hogy hülye kérdés, és létezne az időgép, és azt mondanák neked, hogy mindenféle védelem nélkül, fegyver nélkül, hadsereg nélkül, 3 napra te visszamehetsz. Mondjuk itt Magyarországon, 60 millió évvel ezelőtt. Valószínű, hogy meghalsz, de láthatod őket élőben. Akkor visszamennél? 75 éves koromban, igen. Igen? Meddig maradnánk életben mi emberek, ha mondjuk erre jönne egy lehetőség? Körülbelül egy ilyen világban, ahol csak dínók vannak. Nem tudom megmondani. Ez valószínűleg nem sokáig. Nem sokáig, ugye? Lehet, hogy ott egyszerűen egy trópusi betegség előbb végezne. Hát, hogy mennyire kellemetlen lenne, nem? Átkerülnél ebbe az időségben, és annyit tudnál mondani, hogy nézd, dinok! És fizettél az utazásért 3 millió forintot. És 15 éve korábban haltál meg, mint ahogy egyébként haltál. Mi egyébként ezt összekombináltuk a Vissza a jövőbe filmnek a történetével, biztos azt is láttátok. Fluxus kondenzátor. Hogyha mondjuk visszamész a múltba, igen? A dinok korába, pont erre a helyre. Igen? Igen, és ott leírod egy jegyzetfüzetbe, mert mondjuk áram nincs, laptopot hiába viszel, leírod egy jegyzetfüzetbe egy olyan tollal, ami nem mosódik el, és elásod egy ládába egy biztos fix helyre, egy olyan geológiai réteg, amit megbeszéljük előre. Visszamész, és mi megtaláljuk ezt a ládát is. Kiszeded a hizét, és le van írva, hogy milyen színűek és mekkorák voltak. Aha, vagy... tehát hogyha te nem tudsz visszajönni, és ott meghalsz... Nem jössz vissza, de mondjuk a Makári is... Laci barátomat visszaküldjük a Trabantunkkal. Mi az Ára Lacit? Ezt mi eljátszottuk, sőt, ezt egy Zahar István barátom meg is írta egy ilyen kis képregényben. De geniális az ötlet, tehát nem jön vissza, de tudjátok, hogy hol keresétek. Igen. Attila hozott nekünk egy dinoszaurusznak a páncélját, amire én... Nem tudom, azt itt van nálam. Aha. Amire én rámondtam finoman, hogy gyerekek, azért térdeljünk le, mert ez egy 60 millió éves kis lelet, mire finoman kijavítottál, hogy 85. Ugye? Nem ugorhatunk itt 20-25 millió évet az időben, de hogy az ember a kezébe tud fogni valamit, ami 85 millió évvel ezelőtt élt, létezett. Szóval ez egyébként tényleg elképesztő. Tehát az ember hátal útbőrözik. Mire Jani megkérdezte, mit kérdeztél? Hogy nem, jó, vagy a Feri kérdezte, hogy ez honnan tudjuk, hogy igazi, vagy hogy nem egy földdarab, és te elmondtad, hogy azért ezt meg tudjátok különböztetni. Igen, abszolút. Hát a kőzet réteg, ami ezeket a csontokat magában rejti, az teljesen más állag. Ugye mondjuk egy homokszemekből álló kőzet réteg, egy homokkőpad, amiből kiszeded a csontokat. A csontok alapvetően, legalábbis a bakonyi dínók esetében ilyen sötét barna feketés színűek, úgyhogy viszonylag könnyen felismered, és meg tudod határozni. A leletnek a felszíne, a textúrája, hogy milyen apró kis lyukak vannak rajta, vagy barázdák, ezek mind-mind arról árulkodnak, hogy most éppen a csontváz melyik részén járunk, hogy ez egy páncél. Mit fogunk egy dinónak a páncélját? Ez valószínűleg a Hungarosaurusnak. Ezek a nevek, mondjuk, jó, ezeken ki vagyok. Ez az Aikosaurus, Hungarosaurus, nagyon jó. Ez az első magyar dinó, amit leírtunk innen, ezért kapta a Hungarosaurus nevet, nagyon egyszerű. Sztori, ennek egy páncélelem. Ez egy páncélos dinoszaurusz volt, ami azt jelenti, hogy ilyen lapos csontpikkelyek borították a testét a nyakától a farka végéig, több száz ilyen lelet, és ebből az egyik ilyen lelet az, ami itt a... Ez nekem nagyon szimpatikus, hogy magyar városokról nevezitek el, simán lehet később, hogy Balmaz, New City, Saurus, hát hogyha mondjuk arra nem nagyon vannak hegyek, de én ennek örülök.
Tudsz mondani nekünk méreteket, csak hogy értsük, hogy mondjuk egy elefánt körülbelül 6000 kiló. Mondjuk egy Brachiosaurus, ami a Benének a kedvenc dinója, mert éppen azokat tanulja, az egy növényevű, hosszú nyakú. Ja, ő, kis, a hosszú. Ő a kis aha. Brachiosaurus. Hogy milyen magasak voltak, hány kilók voltak, csak hogy összetudjuk hasonlítani emberi léptékkel mondjuk egy elefánttal, ami mondjuk tényleg 6-8000 kiló körülbelül. Ahhoz képest egy T-rex, vagy egy még nagyobb állat mekkora volt? Hát a T-rex az, ha jól emlékszem, a 12-13 méteres testhosszúságú, fejfarok hosszúságot illető. Nem, nem azért mondtam, hogy jól emlékszem, hogy még ott jártam. Igen, utoljára láttam, igen. De mondjuk a Giganotosaurus, ami ugye a hogy is mondjam, csak a patagóniai T-rex, és ugye ez egy picit nagyobb, legalábbis a koponya leletek alapján. Most az az érdekes, hogy ez a Giganotosaurus, ami Argentínából került elő, kb. T-rex-el egy idős, ez, ennek a kiállítás, egy kiállítás keretében itt voltak a rekonstrukciók a Magyar Természettudományi Múzeumban, kétszer is most már, és ugye ez egy picit nagyobbra építették meg, mint a T-rexet, holott én láttam az eredeti leleteket Argentínában, és hát azért azt el kell mondjam, hogy nincsenek komplett csontvázak, ellenben a T-rexből vannak. Ugye az egyik leghíresebb ilyen T-rex lelet, az a Sioux nevű jószág, amit egy indián rezervátum területén találtak, és hát ugye Amerikában, az USA-ban úgy van, hogy ami a amit a földben találsz, és a te földed, az a tied. Na hát ez az indián rezervátum élet, úgyhogy a Chicagói Field Múzeum, a nem tudom, széget szabad-e mondani. Nyugodtan. Oké, szóval a McDonald's és a Disneyland segítségével több mint 6 vagy 7 millió dollárért vette meg a múzeum számára. Na, az egy olyan te láttad élőben, vagy kiállítva? Nem láttam, sajnos. Aha, nem láttad. Hát, fotót rengeteget a filmet. Na, mindenesetre az egy olyan lelet, ami tényleg az Orra hegyétől a farka végéig megvan, az alapján baromi jól tudsz mondjuk testtömeget számolni, tehát azt már rekonstruálják, beszkennelik, mit, mindent lehet vele csinálni, és mondjuk megállapítják, hogy egy átlagos T-rex, nem tudom, itt 5-7 tonna volt, most mondtam egy számot. Tehát nem voltak azért ezek a ragadozó dinók olyan nagy tömegűek, de egy Brachiosaurus az biztos, hogy elérte a 20-25-30 tonnát, és 12 méter magas volt. Atya Isten. Vetődik fel a kérdés, hogy a körülbelül 30 cm-es fejéhez, ami 12 méter magasan volt, hogy jutott el a vér? Hát egyébként igen. Nagy agy nem volt állítólag. Okosak nem voltak. Hát a testtömegéhez képest ezeknek nem. De mondjuk a raptoroknak, a velociraptornak, vagy akár a T-rexnek azért a testtömegéhez képest viszonylag nagy volt az agytérfogata. Ahol abba hagytuk, Jani kérdése volt ugye, hogy látjuk a filmben magát a klónozást. Ugye azt látjuk az első részben, 92-ben, amikor a félvilág ezt benyalta, hogy egy borostyán, ugye a beszorult szúnyogból kiszívják a dínó vért, és ez alapján klónozzák a dinoszauruszokat. Ugye ez az alapfeltevése a filmnek, és erre épül aztán, hogy kiszabadulnak ebből a rezervátumból a dinoszauruszok. Ez elvileg, ha nem is most, de mondjuk 50-100 év múlva ez lehetséges lenne, vagy ezek a DNS láncok, minták, ezek nem tudnak ennyi ideig épségben maradni? Gyakorlatilag szerintem nem lehetséges. Az a helyzet, hogy bár én nem vagyok biológus, genetikus, geológus vagyok, de az a kevés info, ami így eljutott hozzánk, meg ezekkel, amikor foglalkozunk, akkor mindig valahogy képbe kerülünk, az egyértelműen arra mutal, hogy ahhoz, hogy az örökítő anyag, a DNS megmaradjon, vagy egyáltalán bármi olyan szerves anyag megmaradjon, ahhoz nagyon speciális körülményekre van szükség. Tehát azért találnak mamut bébiket jégbe fagyva, mert a jég az gyakorlatilag a fagy, az konzerválja, tehát mondjuk a tartós mínusz 10-20 fok alatti hőmérséklet kiváló körülmény ahhoz, hogy mondjuk egy mamut bébi 40 ezer év után megmaradjon. Csak hogy a dinók idejében még nem volt jégkorszak. De vannak most már olyan laborok, ahol a meglévő állatokból, például a madarakból, amelyek most már nagyon-nagyon biztosan tudjuk, hogy ezeknek a dinoszauruszoknak, méghozzá a ragadozó dinoszauruszoknak a leszármazottai, egy bizonyoságuké, ezeknek a genetikai állományát megbolygatva vissza tudják fejteni, és vissza tudják alakítani azt az adott madarat. És például a DNS láncát visszafejtik? Például hosszú csontos farka lesz a madárnak, vagy fogai lesznek a madárnak. Gólyából T-rexet. Amikor emberisten játszik, ez egy érdekes felvetés, igen. Történet, ezt csinálják ma már. Tehát például Jack Horner nevű paleontológus, aki a Jurassic Parkban a Steven Spielbergnek a fő tanácsadója volt, és egy nagyon nagy tekintélyű paleontológus, neki van egy laborja, ahol ilyen jellegű dolgokkal foglalkoznak. Nem a paleontológus rejtett, vagy éppen nem rejtett legnagyobb vágya szerintem, hogy valahogy ezeket idehozni a jelenbe. Hogy létrehozza a rémgyöngytyúkot. Igen, a rémgyöngytyúk. Ha kell klónozni, ha kell megtalálni, ha kell újjáépíteni idézőjelesen, de valahogy láttatni a jelenben azt, ami eltűnt 70 millió éve. Nem? Hát kicsit mindenki eljátszik ezzel, hogy de jó lenne, ha még legalább három fa itt lenne közöttünk, és meg lehetne nézni. Tehát akkor én munkanélkül lennék. Az biztos, igen, abban a pillanatban. De azért abban van egy pici ellentmondás, vagy nem kis ellentmondás, hogy nem. Nem, hogy szinte naponta halnak ki még létező fajok, vagy vannak olyan fajok, akik hogy a közelmúltban haltak ki, vagy a viszonylag távoli múltban, hogy erszényes farkas, vagy a dodó, és akkor mi
azon fáradozunk, vagy egyes tudósok azon fáradoznak, hogy több millió évvel ezelőtt kihalt. De mennyiben izgalmas, ne haragudj, de a dodó dögunalmas. Egy nagy kacsa, rohadt nagy hassa, vagy egy ilyen vérfarkas madár, hát inkább egy vérfarkas madarat klónozok, nem? Most egy dodó. Hát, érdekel téged a dodó? Kicsi volt, nem tudott repülni. És ahhoz képest egy rohadt nagy sárkánygyíkot tudnék klónozni, hát jobban érdekelne. Ferit szerintem egy röpképtelen madár sokkal jobban érdekli kulináris szempontból, mint egy szóval. Azonnal át lehet vágni a torkát. Igen. Ez sok pénz kell. Most éppen mind dolgoztok, merre vagytok? Vagy most mi tart lázban, inkább így kérdezem. Hát az egyik fontos dolog, ami ugye évek óta kb. Így zajlik, hogy a nyári ásatások anyagát, azt a kb. 1000 leletet, amit idén nyáron találtunk, azok most a Magyar Természettudományi Múzeum, illetve az ELTE-nek a laborjaiban vannak, és ezekben a laboratóriumokban ezeket a leleteket tisztítjuk, preparáljuk, és így tovább. De most emellett keresünk olyan egyéb kőzetrétegeket máshol az országban, illetve nem csak az országban, amelyekben lehetnek még szintén dinoszaurusz, vagy akármilyen más ilyen őshüllő csontok. Ez azért fontos, mert ebből az időből azért nem csak Magyarországról, hanem Európa vidékeiről nagyon-nagyon kevés ilyen lelet van. Hát ez egy új kutatási dolog, de hát azért nem egyszerű ez, mert hát tényleg, tehát a bakonyi dinoleben volt annyi szerencse, hogy néhány évvel korábban ott, ahol mi megtaláltuk a csontokat, ott nem volt semmi. 18 méterrel följebb egy szép bükkerdő volt, és még hozzá se fértél volna a kőzetekhez. Tehát a bánya az nagyon sokat segített. De ahol mi most tudunk kutatni, mondjuk Ausztriában, vagy a Villányban, vagy a Bakony más területén, ott azok a kőzetek már évtizedek óta felszínen vannak, már megtalálták volna, ha ott egy fél méteres cupák kilóg a falból. Láttad az előzetesét a Jurassic Park 4-nek? Láttam. És mit mondasz? Hát, gagyi, a gyerekek simogatható dinók, tehát ez már tényleg a legnagyobb butaság. De komolyan mondom, szomorú, nem? Hogy mint paleontológus, ember egy ilyet megnéz, várja a nagy csodát, és aztán nyilván csalódik. Egyértelműen azt mutatja, hogy akik egy ilyet csinálnának, ugye ez sok pénz kell, az azért csinál, hogy még több pénzt keressen. Én már nem tudom, melyik részben hangzott el az a dolog, hogy azt hiszem az ügyvéd mondta, akit a T-rex a klotyóról lekapott, azt hiszem a második rész vagy az első részben volt. Az első rész, amikor hogy, a Jeff Goldblum lekapja. Igen, hogy ez gyakorlatilag egyszer az életben mindenki látni akarja, és bármennyit elkérhetsz érte. Tehát az, hogy lásson valaki egy T-rexet, igen. Nincs az az ember, aki ezt nem, biztos a tibeti serpák nem akarják látni, de a legtöbb gyerek látni akarja. És ez is biznisz. Igen. Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. A csontot vedd ki Feri zsebéből, mert elrakta. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Libegőről egy fotó, full köd. Tehát olyan köd. És ő rajta kettő ember háttal vannak lefotózva, szerintem rommá fagyva. Figyelj, a hirdetés szenzációs. Libegőzni télen is jó, nem csak nyáron. Program a kirándulás. Olyan köd van, hogy semmit nem látsz. Két ember háttal ül egy libegőbe. Nézd meg, visszafelé már nem jön senki. Visszafelé nem jön senki. Figyelj, szenzációs a kép. Libegőzni télen is jó. Tehát, hogy nem kap el az inger, hogy libegőzél. Egy ilyen kicsit ködös, kicsit kötszitálós, tudod, ami bemegy a kabátod alá, az a nagyon, nagyon csúszós, nagyon nyálkás időben ül két szerencsétlen a libegőn, és mennek fölfelé, hát és lefele nem jön senki. A magad előtt ülőt nem látod. Én nagyon bírom ezt a hirdetést. Valószínűleg ez arról szól, hogyha följössz, túléled, de a föntiek már nem tudnak lejönni, mert megfagytak. Tehát fölfele még mennek, lefele már nem jön senki, mert ott vége van. Tehát fönt valami történik a hegyen. Van fönt egy hütte? Nem tudom. És mindenki ott vár, szenzációs a hirdetés. Tehát így megnézem ezt a hirdetést, hogy menjünk kicsi, mutasd a képet. Hát a kutya fáját, hát inkább... Ne, maradjunk inkább ott, nagyon szeretem. Jó dolog, egyébként szeretjük. Jó, nagyon gyerekek is imádják, csak megnéztük ezt a hirdetést, most sajogtunk egyet, hogy nem kap el a vágy, nem? Esőben, ködben úgy felüljél egy ott libegőzni. És egyébként például a hegymászok előszeretettel használják a libegő alatti területet futóedzésre, csak így mondom. De ez miért azok, jó, ha esetleg ki akarjátok próbálni, akkor hát az szinte enyhe, szinte emelkedés miatt. Hát oda fölfutni, lefutni, lebringázni, fölbringázni, az ott elég erős. Menő. Elég menő. Mondjuk azokat soha nem értettem, akik ott laknak közvetlenül mellett, hogy jó, nyilván az ő telkelő volt ott, mint a libegő, vagy én nem tudom, mert azért ott vannak újabb házak. Mindig ezen gondolkozom, ha libegőzöm a Benivel, meg a Mikivel, hogy mi volt előbb. Tehát ültél kint a kertedben, hallgattad a madárcsicser, és egyszer csak csöngettek. Ki az kicsi? A postás. Megérkezett, mit hozott? Egy levelet az önkormányzattól. Kibontottad, és azt mondta, itt libegő épp. Szeretett, hogy a 12. keleti, ő telektulajdonos, van egy rossz hírünk, itt a jövő évben libegő épül. Anyjuk fölnézt, és azt mondtad, itt.
És egyszer csak ledózerolták a kerted részét, jöttek a munkások, és építettek a fejed fölé egy libegőt, miközben te otthon grillezel, Józsi meg így bepöcköli a szocsokol a magot a kertedbe, az hogy volt tényleg? A lébeg 1970-ben épült, akkor lehet, hogy a pártitkárságról jött a levél, és akkor mindenki vigyázt bár. Nem, akkor nem jött levél. Egyszer csak elkezdték építeni, mert ott a telek rögtön egy fél ár. Igen. Vagy lehet, hogy éjszaka csinálták, hogy lefeküdtél, és mire felkeltél, azt mondta, anyjuk, mi van kábelpályán, kábelpályán itt emberek ülnek egy cégben. Mint a berlini falat. Tudod, kijöttél reggel, és akkor hirtelen és ott volt. Lábokat láttál magad előtt. Úristen, a szomszéd felkötötte magát. Ja nem! Azt a betes! Mi ez? Repülnek csészehajakkal. És hogy gyűlölhetik szegények, hogy elmész nájátok, és akkor látsz egy nénit az ablak, és akkor kezdj csókolom, és mint a süsűben tudod, ugye spaletek. Figyelj, én igen, becsukodik minden. Én láttam, egy ember nem ül kint a kertjében, mindenhol az üvegen fólia van, senki nincs, szerintem ott könnyű, és már el se tudod adni. Nem, tehát az nem, a szerencsés helyzet van, eladóház, miért? Hát próbáljuk meg elhallgatni, tudod, hárman meg, majd építik azért a betonpóznát, meg húzzák a drótkötelet felfele. Úgy azért nem tudod eladni, nehezebb eladni az ingatlant, nem? Mondjuk általában sötét, de becsuk a, illetve már nem üzemel, mert fél négyig van, januárban 10 órától fél négyig van nyitva a libegő, mindenki menjen el, próbálja ki. Nagyszerű élmény. Szóval, hogy sötétedés előtt szerintem ők már nem működnek, most képzeld el, hogy feloltod bent a villanyt, a lakásba, és nem tudsz közlekedni. Nem, mert tudod, hogy emberek egy székkel elmennek előtted egy drótkötél pályán. Ez hogy van? Úgyhogy azt csinálod, hogy oda az ablakig érsz, és automatikusan legugolsz. Oda kúszol az ablak alatt, a másik oldalon pedig felállsz. Hát belegondolsz, hogy reggel kimész, hogy sütögeted a kis húst, a kertedbe fekszik a feleséged, és jön a Kovács család, és ellibegőzik a fejed. Püstike, megmondom, kapaszkodjál, mert leszállunk fel a járos, úgy megvernek, hogy se szarod magad. És már látod a fényképezőt, amit fordul felé. Lehet, hogy kaptok örök használatos bérletet a libegőhöz. A rossz hír, hogy itt libegő megy. A jó hír, hogy életük végéig, az egész rokonság ingyen libegőz. Csak elkezdesz gondolkozni, hogy mit építsél a kertet, milyen tetőt tegyél, hogy ne lássanak be. Én nagyon sokat libegőzöm, tényleg Beri nagyon szereti. Én tényleg nem látok embert nyáron se a kertbe. Hát szerintem azok gyűlölik. Hát a hirdetésed is ti vagytok. Én vagyok látom. A libegő arca ide. Én tartom el a libegőt. Ez itt a Best of Morning Show. Akartam neked ajánlani egy cukrászdát. Tényleg? Igen. Nem gondolod, hogy nem ismeri az összeset. De messze van, szerintem nem. Csak nagy sokára érnék vissza ezért. Nem, képzeld el, hogy van egy fodrászüzlet a Keleti Károly utcában. Igen. És a Keleti Károly utcai fodrászüzlet mellett én betévedtem ebbe a cukrászdába, és kiderült, hogy valami 6 vagy 7 dínyertes sütijük van. Figyelj, olyan cukrászda, hogy szerintem te már a bejáratnál elsírnád magad. 6-8 sütit ajánlottak, mondtam, hogy köszönöm, nem, én 2 darabot viszek, azt is a Viki fogja megni, nem félkrémes, és én egy hétet csöcsre vágom magam. Aha. Tudom. Ismered? Nem ismerem, a névről ismertem már őket. Álltok, az év francia krémese vettem belőle egyet, felfoghatatlan, hogy mit csinálnak. A zserbóból adtak egy falatot, vágtak oda, döbbenetes, vittem egy ilyen trüffeles valamit, hihetetlen, és gondoltam rá, hogy na, én aztán ritkán ajánlok neked valamit, teszek még egy utolsó kísérletet. A minőség felé, hogy nyithass? Hát nem, hát, tényleg ízlik, figyelj, menj el. Kóstolj meg. Megnézem őket. Őszintén mondom, hogy a málnás brownie-uk, illetve a megyes áfonyás csoki tortájuk, az felkeltette az érdeklődésemet. Igen, 10-ig meg vagy. Erre ti egyébként hétvégén szerveztek egy 2 napos kulturális programot. A Keleti Károly utcai templom bejárás, a rózsadombi vármaradványok. A biztonság kedvéért kimosatom a hálózsákomat is, hát ha ott alszunk. Szerintem pénteken beugrom. Minden friss legyen. Hallottátok? Készüljetek! Tudod, és most a cukrász kezé így megremeg. Leöntött egy fél kilóval több cukrot a Wildingba, hogy jön a Jani, tudod, az ország cukrászda tesztelője. Csak mondom nektek, hogy ugye sokszor az a vád ér, hogy nem merek mondjuk így nyíltan adott esetben konfrontálni akkor sem, hogyha valami nem tetszik. Uh-huh. Most ez nem az a műfaj. Tehát így ez viszont könyörtelen van. Tehát most a múlt héten is intéztem már egy telefont egy kávézóba, igen, és gyakorlatilag minden egyes alkalommal. Nem, hát konkrétan az történt, hogy szerintem nem volt friss a torta, és már gyakorlatilag ki volt fehéredve rajta a csokidara, hazavittem, meg elfogyasztottuk ebéd után, és én őszintén gondolom azt, hogy a desszert az étkezésnek a csúcsa. És betelefonáltál? És betelefonáltam. Oda telefonáltam, és megmondtam nekik, hogy én azt gondolom, hogy ez egy tartatatlan állapot, és hogy méltatlan a helyhez. Méltatlan a helyhez, nagyon nagy csalódást okoztak, és akkor mondták, hogy ha legközelebb arra jön, mondom, nem a potya sütért csinálom. Azért csinálom, hogy ez többet ne forduljon elő, mert még egyszer előfordul, többet nem megyek. De mondod, hogy ki vagy? Igen. Persze, Sebestyén Balázs. Igen, mindig mondom.
És kivel beszélsz ilyenkor, a cukrászvezetővel, vagy ott egy pincér veszi föl? Nem, fel oda telefon, csak mondani, hogy jó napot kívánok, Magatnál Zsófia vagyok, és azért telefonáltam. Én Szél Tamás vagyok, és azért telefonáltam. Bárki, aki felveszi. Bárki, tehát nem kérem így a cukrászdának a vezetőjét, vagy mit csinálnak vajon egy ilyen telefonát? Leteszi, és azt mondja, jó, persze. Vagy tényleg elmegy a cukrászmesterhez, vagy azt mondja, hogy nézd, mondjuk idősebbnek hallja, és azt mondja, a Véntrojtnak sincs jobb dolgatod, itt reklamálja a helyet, hogy tehát mit, komolyan vehetik? Azt, hogy egyébként hát, cukrászdája válogatja, nem? Nem hiszem, hogy úgy leesik majd neki a tantusz egy vagy két hét múlva, vagy három hét múlva, hogy én nem megyek oda többet, de talán. A másik meg az, hogy ez miattam fontos. Érted? Én el akarom mondani, azt akarom, hogy legyen visszajelzésük, mert sok esetben tényleg olyanok az emberek, hogy nem mondják el. Tehát, hogy így, hát jó, most nem volt annyira friss. De várj, mi a mozgatórugót? Én rendelek egy pizzát, nem ízlik, nem jut eszembe az a mozgatórugót, hogy utána jobb legyen, vagy hogy kibeszéld magadból a kajálás közben okozott mind a csalódás. Mind a amit, mert ugye ti arra rákészültök, megterítetek, fölöltöztök, tehát leültök. Nem úgy, hanem tudom, hát a Janinak az édességevés az egy szeánsz. Tehát az egy rítus, nem? Hát te nem a hűtőből eszed ki a francia krémest, megterítesz, fölöltözöl, imádkozol, gyertyát gyújtasz, és utána leül a család. Kezdett lábad mostatok? Na, akkor jöhet a francia krémest. Csak úgy nem nyúlunk a süteményhez a Janéknál. Tehát mindenki ugrik valamire, nálatok ugye a desszert elfogyasztása köd. És akkor már kaja közbe telefonálsz, vagy megeszed, és utána? Utána. Utána? Utána. Megtöröm a számot, és már most is így történt, megtöröltem a számot. Ment fel a netre, megnéztem a telefonszámokat, utána pedig már csörögtem is be. Elmondta nekik, hogy óriási vagy, két órával ezelőtt. Óriási vagy. Milyen hangnemben beszélsz? Teljesen normális. Tehát normálisan mondom. Jó napot kívánok, két órával ezelőtt vásároltam önöknél két tortaszeletet, egy narancsos trüffel volt egyébként, két narancsos trüffelt, és őszintén szóval nagyon nagy csalódás volt a süteményük, szerintem állott volt. Igazából én azt gondolom, hogy ezt nem engedhetik meg maguknak, egyrészt azért, mert 700 forintot ne kérjenek el egy olyan torta szeletért, ami zseni vagy állott. Hát másrészt ez megint egy újabb dolog, amit nem tudtam. Nagyon figyeljtek, jó. Nem csak magam miatt csinálom, hanem miattatok is. Én a vásárlót, a fogyasztót képviselem, nem. Nem szubjektív, mert, hogy ami nekem ízlik, az lehet, hogy nekem nem ízlik. A penészes az nyilván az egy exakt dolog, tehát az mindenkinek penészes. Erre ugyanúgy rácsúszhattok ti is. És azért nehogy értem, hogy ajánlok valami cukrászdát, aztán mondjuk, amiket én ajánlok, ott nem történik ez meg, de... Istenem, add, hogy ez most jól legyen. Azt tudod, hogy véged van. Egy süti legyen jó, tényleg, tehát gyere be úgy hétfő, hogy figyelj, nem lehet. Igazad, hogy 10-ből 8 azt mondta, hogy ez vagy nem volt olyan, egyre ma, ha azt mondod, hogy ez most jó volt nekem, az már akkor öröm lesz. Francia krém, valamit mondok, hogy én küldtelek, vagy nem tudom, bármi. Félértések elkülönöse véget, ez a cukrászdáknak is egyébként egy nem csak hogy kötelességük, hanem nagyon komoly érdekük. Két-három sarkonként van egy cukrászda a városban. Hát valójában nem valami olyan veszi föl, aki lerakja, és azt mondja, jó, és megy tovább. Tehát, hogy figyeljetek, nagyon sok hely mondjuk így szájhagyomony útján reklámozik a leghatékonyabban. Tehát, hogy azt mondom, hogy ez jó, az jó, amaz jó, te meg elmondod még két embernek, az megint két embernek, gyakorlatilag mint a piramis játék, csak ez legális. És rengeteg emberhez eljut egy helynek, egy jó helynek a híre, így én is nagyon sok tippet kaptam, lásd most is például tőled, úgyhogy nem mentem fel a netre, nem néztem különböző toplistákat, stb. Bár én ilyeneket is szoktam. Cukrásztoplista. És figyelj, a jó hír, meg a reklám, meg az ajánlás, az ugyanúgy terjed, mint a rossz. Tehát, hogyha én adott esetben mondjuk kétszer csalódom egy helyben, akkor... Nem, azt megértem, hogy nem mész. Én sem megyek, rendelek egy pizzát, nem jó, nem adom meg az esélyt, de nem lenne rá energiám. Figyelj. Tehát mindenki valahol nyilván kiél valamit, nem tudom ki a közlekedésben, ki egy-egy ilyen telefonon. Egyszerűen nem lenne rá energiám fölhívni a pizzériát, hogy figyeljetek, odaégett, nem volt jó, úgyse kapod vissza. Tehát, hogy nagyon nem tudnám ezt megcsinálni. Én egy picit bolond vagyok, meg fanatikus is, meg hála Istennek megengedhetem magamnak azt, hogy mondjuk így rendszeresen fogyasztunk ilyen minőségű cukrászipari termékeket, de mi van akkor, hogyha például egy nagy családos hetente egyszer, mondjuk aki hetente egyszer engedheti meg magának, bemegy, azt vesz magának, mit tudom, meg a gyerekeknek 6 vagy 8 szelet tortát. És rossz. És tehát ez neked egy szabadságharcod a cukrászokkal? Egy kicsit ez van az ászlajára írva. Egy orláni szűzként így mész, és harcolsz ellenük velük kivont karddal? Igen? Érdekes, nem, én soha nem telefonáltam így. Fegyvere a villa és soha. A telefon. De én látom, hogy bemész hallani, hogy összerezzen meg, tudod, ez tök jó. Nem, a paraszkönyved, tudjál, a paraszkönyved itt van, megjött, a legjobbat adjátok neki. Süti killer. És hogy nézik az arcodat, ahogy így elfogyasztod a krémest, állva ott az asztalnál, tudod, kis kávéscsészűből. Nem csak én, senki más sem érdemli meg.
azt, hogy állatsüteményt kapjon a pénzért. És miért nem merünk szólni akkor? Vagy lustaság van, hogy nem, franc hívja fel. Nem, hát ilyet becsomagolják, elviszed, nem ízlik. Hát én azt mondom, hogy így jártam, ez most nem volt jó. Tehát én magamra veszem azt sokszor, hogy nem ízlett. Ha most penészes, büdös, rohadt, akkor igen. De ha nem ízlett, akkor én nem azt mondom, hogy az ő hibájuk, hanem azt mondom, hogy más nekem ebbe ez az elkészítési forma nem ízlett. Ha nyilván viszel 4 sütit 4000-ért, és nem tudom, hogy 3000-ért, 1500-ért, és mindig penészes, akkor kicsit tényleg tehát akkor az ember lehet, hogy még oda is csörög. De például van egy száraz csoki torta, és én veszek valahol, és azt mondom, hogy ez nekem nem ízlik, akkor én azt gondolom, hogy ez az én ízlésem szerint nem jó. De érted, mire gondolok? Oké, de vannak olyan standardek. Ha penész van rajta, akkor igen, az érthető. De van olyan. Ha ízében nem ízlik, gondolok, azzal nem ez tudsz. Nekem, én szeretem a krémesebbet, ezzel kezdeni. Azzal nem tudsz reklamálni, de hát teljesen süti. Most egyébként a kerületünk egyik legjobb nevű cukrászdát például fél éven keresztül bojkottáltam. És elmentél előtte villamosra, és azt mondtad, hogy még mindig nem jövök? Várjatok csak! Állt a kirakat előtt egy kicsit így. Na, nem megyek be! De csak a te fejedben bojkott, nem? Nem. De náluk ez valódi bojkott? Hát észrevették, hogy te nem mész. Hát mivel írtam egy levelet is neki. Ne. Várjál, postán vagy e-mailben? E-mailben. E-mail? Fia, ez nagyon kemény. Tisztelt cukrászda! Tisztelt cukrászda. Eddig stimmel. Egyes pont, igen. Igen, kettes pont, hármas, és a négyes pont, nem, és most önöket június 31-ig engedjék meg, hogy ne látogassam. Tiszteletem, Vadó János. Először felsorolta, hosszasan méltatta a régi érdemeket, és leírta, hogy ő 10 éve törzsvásárlói. Igen. És ha azt a pénzt, amit ő ide behozott, összerakná, akkor egy budai villa ára lenne belőle. Na most ennek feltörted az e-mail fiókom. Honnan tudod, hogy mit ér? Ezt írtam igen, egyébként szinte gondolom, konkrétan. Gondolom, eszélyszerűen kibontottad a minőségromlást, és a végén összegezted, hogy te bojkottálod őket. Igen, és nagy szeretettel, tisztelettel, Vadó János. Most egy ideig pihentetem a kapcsolatunkat, így egymással elcsúsztak sajnos a dupla teszten. És nem írtak vissza, hogy ez nekünk sem nagy baj. Legalább nem izgulunk minden nap, hogy ízletesítek. Korrekt, válaszoltak rá? Levelet kaptam, egy válaszlevelet, és azt mondták, hogy azt írták, hogy nagyon sajnálják, hogy voltak ilyen negatív tapasztalataim a helyjel kapcsolatban, és nagyon remélik, hogy legközelebb ez már nem fordul elő, és újra majd a vásárlók közönségük között üdvözölhetnek engem is, és kis családban. Hálás, azt nem írták, hogy mindent megtesznek azért, hogy ez ténylegesen meg is történjen. Én nyitok egy cukrászát egyszer, ne hagyj Isten, én titokba tartom. Hát, az lesz a neve, Janine. Janine. Jani mentes, tudod? Jani mentes övezet. Jani ne. Két belét, hagyd fel minden, remélem. Jani ne. Igen. Voltatok már a Janine cukrász, de van Janine. Ez nem Janine, ez Jani ne. Jani ne. Jani kíméljenek. Ez az a cukrászda, ahol én beírtam, hogy kietlen vidék, nem tudom, de maga a cukrászda az oázis. Ja. És arra te válaszoltál nekem? Mit? Egymásnak üzengedtem. Igen, üzentem neki, hogy beírtam, ülői úton már, és beírtam, hogy nincs a kietlen vidék, és nem tudom, és milyen szörnyű hely, de hogy ez egy oázis ebben a szörnyű helyben, mint egy ugye utalva arra, hogy egyébként milyen szörnyű helyen van, mert az a hely a szörnyű, ahol te lakszol, visszajöttek. Hónap múlva mentem, és látom, hogy Jani válaszol. Kietlen vidék, tudod, így jött Lőrincről. Észrevettem a bejegyzését, hogy Nem, ő ment egy hónapon, és észrevette, hogy én beleírtam, hogy ezen a kietlen vidéken, a sivatagi körülmények között, ezen a lepusztult helyen, ugye? Voltál itt a kollégája is nemrég. Mondom, igen? Na, nézzük, mit ír. És látok kietlen vidéken, és visszaírt neki a kietlen... üzengettünk egymásnak a vendégeinknek. Figyelj, amikor a Móni egyébként mit csinál? Tehát ott áll a hátad, mert apácska tetted le. Ne csinál! Vagy amikor ott vagytok egy cukrászdában, és akkor ízlett, uram, mondjuk valaki nem ismer. Hát, ha már így megkérdezte, mondott te, akkor elmondanám. Jön egy ilyen 4 órás előadás, és Móni közben mit csinál? Nem, hát nálunk ez... Ki hátrál, vagy iszik egy opresszót a sarokban? Ez nem köztudomású, de nálunk azért többé-kevésbé ugyanaz a helyzet, mint nálatok, hogy én vagyok a gyutacs, ő pedig a betonromboló. Tehát, hogy ha cukorban vagy sütiben, te mész vérre. Igen, de én csak pukkanok. Tehát, hogy amikor Muni robban, akkor már nagy baj van. Tehát, hogy akkor már én is menekülőre fogom. Ha ő így, akkor... Igen, ő a keményebb. De ő is reklamál a sütiért? Tehát ő, ha neki nem ízlik, ő is? Vagy az azt mondja, hogy apácska, igen, de ő beleáll. Tehát, hogy az a baj, hogy neki elkezd így vibrálni egy ilyen ideg a szemet. Hát ez nagyon kemény. Ő nagyon kemény. Ez nagyon kemény. Hát a virág meg a legjobb, ő meg így ellöki magától a tányit, és azt mondja, hogy ez. Jó, hát ha ilyen szülőkön szocializálódott. De hát egyszerűen azért, mert tényleg olyan, csak ő nem ilyen körülményes, mint én. Kedves üzletvezető. Ezt figyelj! Volt olyan, hogy egy francia krémes beírtál a paraszkönyvbe? Olyan is van? Hogy mit adhatok?
Egy presszó kávét, francia krémest és a panasz könnyen. Vagy csak e-mailt írsz, vagy betelefonálsz? E-mailt szoktam meg egyébként szóban, hogyha megkérdezi, hogy milyen volt. Tehát régen nálam is ez működött, hogy milyen volt. Nem volt rossz. Tehát, hogy most már nincsen ilyen. Most már könyvtelen vagy mi? Akkor elmondom, a zahártorta mellé szoktak egyébként tejszínt is felszolgálni, a tejszabot is jobb helyeken egyébként. Bécsben is, de nyilván még nem járt. Jézusom, te utálnál a fú, de utálod, azt túloztam. Én sem voltam még Bécsben. Mennyi aztán, ez is süssé magadnak, tudod? Igen, arra emlékszel a kis közös vacsoránkra, amikor elkövette a pincér azt a hibát, hogy megkérdezett Janit meg engem, hogy milyen volt a vacsora. Én elég nagy szájú vagyok, de én szemlesütve ültem. És én csak már jött a pincér, és én sutogtam, hogy ne kérdezz meg. Uram, hogy is lett a vacsora, tudod, és így belemélyedtem a telefonomba. Mert megkérdezte, hogy is, és kérdeztem, hogy mit akar tudni, hogy kedveset akar tudni, vagy az igazságot. De nem, várjál, nem, az úgy volt, hogy én ültem csöndbe, én a nagy szájú, aki ebben a műsorban mindig a legbunkóbb, nem nagy szájú, azt mondtam, finom volt, köszönjük szépen, erre Jani jött egy kis fél órával, és utána te még bevittél valami olyan kegyelemdöfést a végén a kacsára, vagy nem tudom, hogy milyen volt. Pécset voltunk, emlékeztek? Igen. Jött egy ilyen, hogy ízlett, milyen volt? Mert megszokta azt, hogy még megkérdezi, csak azt mondják, hogy jó, köszönjük. Én voltam ez a nagyon finom köszönjük, mondom, menj, menekülj, te szegény, hagyd itt ezt az asztalt, szaladj! Erre te már robbantál, ugye? Miután a te kajádat hozták ki utoljára, Jani robban. És aztán hát kérdően még a Feri felé nézett, igen, hogy hát ha majd az, aki ugye sütfőzés ért hozzá, kap egy jó szót, és ott még három olyan mondatot kapott, hát hogy leültettük ma. Na tesó, figyelj! Hát nekem utána csak annyira volt erőm, mert kihozta, és én szépen nagyon büszke volt, és ugye megkérdeztem, én mindig meg szoktam az ilyen helyeken kérdezni, hogy mit ajánl. Tehát, hogy mi az, amit jó szívvel ajánl nekünk, illetve amit ő is fogyasztana. Aha. És hát ott ugye az volt a helyzet, hogy hát, hogy is mondjam csak, tehát hogy akkor azt hiszem, hogy azt jeleztem neki, hogy ha maga is szereti a porból készülteket, akkor tényleg, akkor gratulálok az ízléséhez, és akkor neki ahhoz éppes jó volt. Tehát, hogy de én nem tudom, én valahogy nem vagyok ebből őszinte. Lehet, hogy gyávaság, nem tudom. Én azt mondom, hogy finom volt, köszönöm. Meg nem ott, hiszek volt benne, hogy egy meg pár tudom. Kör, hogyha emlékszel, tehát, hogy nem, tehát, hogy rendelik, és mégis kiderült, hogy mégsem volt, és akkor vártam már fél órát, és akkor már az egész már, mire kihozták az egyiket, addigra kihűlt a másik, tehát, hogy az egész ilyen fura volt. És sosem mondom el, soha. Nincs bátorságom, vagy nem is bátorság. Javítasz rajta, hát jobb lesz a hely tőle. Nem vagyok biztos. Hát én abban sem vagyok biztos, hogy a pincér egyébként, amíg bemegy a konyhába, elmondja a szakásnak, azt mondja, jó, hogy agyábor volt mennyi. De nem tudom, hogy ezzel valóban elérsz-e valamit. Én szeretem ezt, a milyen volt, köszönjük, legyünk túl rajta, fizessünk, menjünk. Meg hibázott egyébként a pincér. Mert akkor, amikor azóta bánja, én akkor, amikor ültem, pedig nem szoktam. Mert a Feri megtörölte a szállat, és letette egy szállat, és picit ilyen féloldalasan ismerjétek ezt, egy picit egy féloldalasan egy hátradől. És elereszt egy ilyen finom sóhajt, de na, ott kell meglépni. Tehát akkor ott nagyon gyorsan vissza kell menni a mosatlanokkal a konyhába. Egészségére, mondom, én láttam a pincért jönni, és én már csak annyit sútogtam neki, hogy te szegény, ne kérdezzünk, menj, szaladj, te ártatlan, itt vagy, most még mehetsz, most még elengednek. Tudtam, hogy itt ülök két ilyen emberet, hogy Jani is mindig ízekre szedi a kaját, te is, tudod. Nekem mindegy volt, hogy mit. Felejtsd el ezt a cukrászdát. Nem is ott van. Felejtsd el, engedj, én nem akarok rájuk szabadítani egyén időt. Michelin ellenőr, tudod, ott állja 3-4 óráig elemezve, és engem szígyenek, hogy kösz Balázs, miért nem tudtad ezt titokba tartani? Neked írnak levelet, kedves Balázs, köszönjük, soha többet. Tegnap voltam ott, bezártak. Csődbe metek, nem menjél oda. De nagyon szimpi egyébként, ahol lapik. És most hány cukrászával vív szabadságharcot? Tehát most kivel, ki, most seregeit hol állnak harcban? Ez a vagy a hét elején volt, vagy a múlt hét végén volt ez, amikor beírtam nekik. Most nincsen semmilyen probléma. És a fél évből még mennyi van a büntiből, amíg minden nap megbüntetett? Most megint megyek hozzájuk. Megint mész oda? Most megint megyek, mondom csak fél év. Nem tudom, hogy nekik jó hír vagy nem. Tehát ugye most így örülnek. Igen? Szeretnek egyébként. Szeretnek a műsort is, nagyon szeretik, mindig dicsérik a pincérek. És váratlan látogató vagy, mint egy Michelin ellenőr, vagy azt mondta, hogy gyerekek, hétfődére megyek. Tehát ennyi előtt azért adsz nekik, hogy legalább friss legyen a krémes. Vagy fölhúzol egy csúkját a fejedre. Tehát hogy mész? Váratlanul? Váratlanul. Igen? Váratlanul, nem mondom meg nekik előre, mert akkor fel tudnak készülni. Nem lepődnék, mert bemennék egy cukrászába, és kint lenne az arcod egy ilyen bekeretezett képbe a pincéreknek, hogy ha ő jön, tudod, az extra sütiből adjatok. Átja Isten. A Michelin csillag után Jani kereszt, vagy nem tudom, vadom. Valami, igen. Valami. Egy ilyen izét, egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen körszakálas koponya. És a három koponyás hely az már nagyon jó. De te telefonáltál be, hogy nem ízlett? Valaha. Hát rendezd egy pizzát, bementél egy cukiba, nem volt jó.
Nem állsz. Helyen bele, a Pécset beleállok. De én helyen mindenhol beleállok. Igen? Ha megkérdezik, akkor tényleg tök őszintén elmondom. Sőt, úgy is elmondom, ha nem is kérdezik. Én is azt gondolom, hogy azért ez a pécsi pincé se provokált annyira, hogy Feri, mondjon már, vagy nem. Feri, ugyan mondjon már valamit. Tehát, hogy alig várthat, hogy csak sohajtson egyet, és elmondhat. Várja, ő megkérdezte, hogy milyen volt. Én azt kérdeztem, hogy mit szeretne hallani, az őszintét, vagy gyorsan essünk túl. És tényleg, ő mondta, hogy volt egy ilyen körülmény. Én itt csúsztam le az asztalra. Nem a szobámba vacsoráztam. Legyünk túl gyorsan rajta, vagy mondjam el azért, hogy ő az igazságot. Na mondom, akkor figyelj. És akkor ez kívülről nagyon-nagyon-nagyon furán néz ki. Tehát, hogy kívülről ilyen nagyon rettenetes. Nem mondhatod, de fizetsz egy valakit. Én nem mondhatom valakire, valami, hogy nagyképű, de kívülről ezért mit akar tudni? Az igazat, vagy tudod, az őszintét is. Igen, de a jó vendéglátost azt érdeklelnie kell, nem? Ez nem egy rutin kérdés, milyen volt? Mondj valamit, meg se hallgatom. Az a baj, ha rutin, mert őt érdekelnie kell, hogy milyen az étele, hogy ízlett, és hogy milyen szájízzel megy el az az ember, aki ott hagyta a pénzét. Tehát, hogy szerintem ez de én azt is elmondom, ha nagyon jó, sőt, az kérdés nélkül is elmondom. A múltkor voltunk Egerben egy étteremben, és ott kérdés nélkül elkezdtem mondani, hogy menj tovább, ugye? Kérdés nélkül elkezdtem mondani, hogy nagyon köszönjük, nagyon isteni volt, ez nagyon szuper, és tényleg elégedett vagyok. Én azt is elmondom. Tehát nem és úgy is elmondod, hogy még jön a desszert? Vagy csak a végén? Vagy azért félsz, hogy körbeállják a vaníliasodót? Ja, az csak a legvége fizetésnél. Ezért kérdezem, hogy mennyire vagy bátor? Tehát már a főétel után elmondod, hogy milyen volt a nem tudom mi, vagy tehát amikor megjött a desszert, és minden megittál, akkor mondod el, mert azért ott még gyerekek, egy vaníliasodó a Ferinek. Gyerekek, hát tényleg ezért van az, hogy közbe kérdez. Jó ide. Ez nagyon okos volt. Szerintem legyél ravasz. Tehát a főétel után, ha megkérdezik és rendeltél desszertet, akkor dicsérsz, és utána mondod el az egész. Aha! Igen. Mert hogy az arra vonatkozik, ugye ha akkor megkérdez, és te azt mondtad, hogy hát kicsit nem így képzeltem el, akkor a vaníliasodó az hello. A somlói vaníliasodó. Grízpuding. Oh. De az jó, hogy nem a végén kell mondani. Végén kell mondani, és akkor igen, elmondod neki, hogy na csak, hogy értse, hogy miért forintra annyi az összeg, amit most átnyújtok önnek, mint amennyi ne, szállás. Ne, még ezt, ne, ezt is betolod, ne. Ha persze. Volt már ilyen. Jézus Isten, és rám mondtok ilyen dolgokat, hogy én hogy viselkedek, hogy én nincsen. Oda mondod, hogy forintra azért az összeg, nem merném megcsinálni. Na ennél például sokkal gyávebb vagyok. És akkor... És forintra leszámolod, ha nem ízlet? Én még akkor is adok 10%-ot, mert sajnálom. Ne. Mert nem az ő hibája, a szakács a hülye. Én odaadom 10%. Tehát ő kihozta, beletette szívét, lelkét. Hát most a szakács hülye, azért a pincét, és forintra odaadod. Ebben mondjuk a kiszolgálás minősége is benne volt. Tehát, hogy ott azért a pincér is olyan volt. De mondjuk, ha nem tetszik a kiszolgálás, azt mondod, hogy és most megmondom, hogy miért forintra ennyi. Igen. Az nagyon bátor. Hát de basszus, tehát hogy az is hozzátartozik. Tehát például, ha még mondjuk hogyha az ételeknek a minősége mondjuk közepes, de a kiszolgálás nagyon odavarias, nagyon érzékeny, nagyon jó fej, én akkor oda százszor szívesebben megyek vissza, sőt visszamegyek, mint egy olyan helyre, ami mondjuk a Balaton felvidéken voltunk most tavaly egy helyen, ahol ami nagyon-nagyon hype-olt, sőt egy picit túl hype-olt hely is, és a kaják minőség nagyon-nagyon jó volt. Viszont a második alkalommal beugrottunk, és ide mondjuk asztalt kell foglalni, és lehetett is volna mondjuk asztalt teremteni nekünk, hogy egy picit rugalmasabbak, azt mondták, hogy hát kint esik bent, meg nincsen hely. Ja jó, hát nagyon kedvesek vagytok, tök a hogy marasztalt, persze, igen, nem a sokat milyen kedvesen marasztaltak minket, nagyon szimpatikusak vagytok, hát ide sévünk többet. Na, ott például így álltam hozzá a dolgok, az pedig a kajáknak a minősége az fantasztikus. Hú, de bátrak vagy. Csak picit a pincér mondjuk azt mondta, hogy hát jönnek ide, amúgy is tele van bent a hely, nem fogok lemenni ezért két asztalt, meg két vagy három széket kint a kerthelyiségben, csak azért, mert ezek ide jöttek és itt akarnak kávézni, meg sütizni. Kíváncsi vagyok, hogy valójában tényleg mennyit tanul belőle. Egy pizzázó, egy cukrászda, tehát nyilván fontos, de hogy az alkalmazott elmondja valójában. A főnöknek nyilván kell a visszajelzés. Ha nem tanulnak belőle, akkor alkalmatlanak erre a szakmára. Nem azt mondom, hanem azt, hogy egy slendrián pincér elmondja a főnöknek délután, hogy változtassatok. X-szerűen azt mondja, jó van, nem ízlet, na add borot, menj anyádba, aztán főzessi otthon. Érted? Mert sokszor így gondolkoznak ugye a pincérek, vagy ezt gondolhatják, vagy bárki is bemenjen, jó, vagy hülye, persze, neked semmi nem jó, aztán mennyi. Nem? Tehát, hogy valójában egy hely tanul ebből. Én vagy egy pizzázót, ha visszahívsz. Állok, én nagyon imádom, ha oda jön valaki és elmondja, és én a srácaimnak is mondom, hogy gyerekek, mondjátok el a szakácsnak, hogy mit mondott hogy a vendég. Hát egyrészt azt is, de hogy mondjátok el, mert az marha fontos. Érted? Ha egy kicsit is érdekel az, amivel foglalkozol vendéglátósként, vagy szakácsként, vagy felszolgálóként, akkor pont ebből fogsz ez tanulni. Ez a helyes hozzáállás. Érted? Meg lehet rajta sértődni, hogy valamit elszúrtál, de hidd el, hogy nem a vendég a hibás. A Best of Morning Show. Nézzétek, nem a váló társadalmat, láttátok?
ugye érdekes élethelyzeteket boncolgat, mert van ez az úgynevezett middle age crisis, ugye így mondják. Az, ugye, így már nem tudom, mire. Tudtam, hogy ez egy kicsit ez az alak, igen, ez a középkorú, hát mint amilyen életválság, vagy egzisztenciális válság, amikor is ugye hát tulajdonképpen lehet, hogy mindened megvan, tök jól élsz, de kicsit unod az életedet, túlságosan jó, szépek a gyerekek, szép a feleséged, jól érzed magad, de valahogy úgy egy középkorú férfi sokszor azt érzi, de akár egy nő is, hogy valami jó lenne, ha jönne, mert kicsit unatkozom. Igen. Nem? Ez egy nagyon tipikus életérzés, ezen állítólag mindenki 45-50 éves korában egyébként átmegy, akkor jönnek ezek a nagy megőrülések. És hát erről szól részben ugye ez a sorozat is, ahol három pali, három különböző okból szingli lesz. Igen. Így van, és ez volt jó a benne. Scherer karakter, na, ugye, a ahol gyerekek, a zseni, hát a csávó az, jó, figyelj. Tehát, hogy a tökéletes fér is lehet egy idő után iszonyatosan frusztrál, iszonyatosan unalmas, és hát ott a feleségnél jött az agyára. A középkorú krízis, az ugye anyánál jött, akinek elege volt. El van a Stoll, aki nagyon szereti a feleségét, hogy, de ugye farok vezére. Így van, bár ott egy picit a megbicsakító történt, hogy egyébként ki akarná meg csani Gubás Gabit. Hát jó, ő már meg mindenki tud valaki. Így sokáig együtt volt vele. Van ez a mondás, hogy mindenki tud valaki. Szóval igen, és hát ugye van a harmadik fiú, akinek én bevallom férfiasan nem tudom a nevét. Megtanuljuk. Neki viszont egy hárpia a csaja, a földes Eszter, aki nagyon jó kis csaj. Hárpia, ez is tudod. És a gyereket akar. Gyereket akar, tök fiatal, de hogy neki petejérése van, és azt mondja, hogy üldözi a csávót a szerelmével, hogy na most kell, mindenféleképpen meg kell csinálni. És ez a három pali, ez valahogy ugye hát parton arra kerül, összeköltöznek közösen egy lakásba, és innen indul maga az alapsztori, ami aztán hát majd meglátjuk, hogy hova fog ki. Nekem az első kép, az elejétől kezdve néztem, ugye sötétben megáll a taxi, amiből kiszáll a Stoll, és bemegy a lakásba. Azt mondtam, hogy na, ez megint magyar lesz. Az első, a nyitó kép nekem, gyerekek, olyan ma lehet, hogy a taxi miatt... Melyik a főcím, vagy a taxi, hogy kiszállt? De az volt az első kép, sötét van megjön az utcán, megjön a Stoll egy taxiban, fizet, kiszáll, és bemegy a lakásba. Már vártál, hogy mögötte fékez görbelébe egy babettába. És pontosan, nekem ez volt az első, és ezt a második pillanatban sikerült megfordítani, és azt mondtam, hogy na jó van, kiléptünk ebből a dologból, de egy dolgot mondjatok nekem, mi történt a Stoll bucival? Ez egy jó kérdés. Hogy néz ki a Stoll, gyerekek? Nekem, mint aki agyobbotoxolta magát, be van festve a haja feketére, ki van húzva föl, van húzva a haja ide a homlok a közepére, én így megdöbbentem. Figyelj, eleve adtak a bucira egy normális zakót meg egy inget, ez nagyon sokat dob egy palin, ezt a Jani esetében is szoktuk látni, vagy egy fotózáson, hogy amikor egészen véletlenül, nem a lőrinci turkálóból öltözik, és ugyanazt találnak a méretemben egy nem konfekció. Tehát ráadnak egy normális nadrágot, betűrik, és egy zakó, mondjuk eljön, mit tudom, egy gyertek át, és kap egy zakót és egy inget, és azt mondom, hogy ki ez a nem kell mindig csinosnak lenni, de néha nem árt, hogy az ember észrevegye a különbséget, hogy szóval rá is adtak, hogy ő azért hát szereti ezeket a nagy kinőtt pulcsi, márványkoptatott farmer, tehát nem öltözik túlságosan mindig jól, de hát azért jó cuccokat adtak rá. Egy szűkített zakó, normális ing betűrve, és már azt mondott, hogy egyből elindult. De valóban az arca egyébként kicsit olyan, mintha felhúzták volna, vagy csak nagyon jó asmik. Normál hajat vágattak neki, tehát van egy ilyen egészen divatos frizurája, azért a buci az elmúlt 10 éve tudod nagyon durva dolgokat hordani, és lehet, hogy kicsit botoxolt. Szerintem kicsit lehet, hogy feltöltette. Szerintem valami van. Nem, szerintem, igen, ezt akartam mondani, hogy náluk otthon a Csabból is hiányosan soffajuk, valószínűleg is azzal mosogatja reggelent az arcát, vagy nem tudom. Picit fura egyébként, igen. Vagy egy kicsit, mint hogyha ha valaki rányitotta volna az ajtót. Ha meg tudatosan ilyenre sminkelték, de azt meg nem tudom elképzelni, hogy miért kell megváltoztatni. Kisminkelni. Tehát az, hogy valaki 10 évet fiatalodik, vagy 5 évet, azt te nem tudod sminkel megcsinálni. Tehát lehet jó sminket föltenni, de nem tudod így az arcát megfeszíteni sminkel. És semmilyen alapozóval se krém. Igen, várhatod, hogy amikor hátulról mutatják, látszódnak hátul a ruhacsipeszek. Tudod, amikor megfogják a fejből, vagy véletlenül elaludt a szoliban, vagy ilyesmi, akkor szokott az ebben lenni az arc, hogy igen, furán nézett ki. De egyébként mindenki... De maga az alapsztori tök jó, meg tök jó hétköznapi, pufa. Hogy úgy valamelyik karakter szerepére vagy beleéled magad, mert ilyen vagy ilyen szeretnél lenni, vagy a csajod ilyen, vagy a házasságod ilyen. Nézzetek körbe, hogy mennyi válás van. Hát nagyon sok. Hogy annyira betalált egyébként a témaválasztás, hogy irgalmatlan. Tehát szerintem a magyar társadalom 70%-a most vagy válik, vagy válni készül. Igen. Akik házasok. Mondjuk azt is el lehet mondani, hogy a mai magyar társadalom 70%-a nem jut el idáig, hogy ilyen hosszú kapcsolatai lehetnek, mint pont
mondjuk Scherer Péternek. Hát 16. Hát a Scherer, ugye. Hát az indián Scherer mekkora volt az iskola előtt? De eleve az, hogy a 16. házasság évforduló megfőzte azokat az ételeket, a 18-ra, amit ettek egyszer, nem tudom, Kuala Lumpurban, meg nem tudom, hol is. Szöulban, Brűsben. Kimcsi leves, meg nem tudom, Szöulban, meg Brűsben ő azt ugye megfőzte a feleségének. A felesége van abban az élethelyzetben, amire mindig sokan, igen, hogy aranyos, szép, jó házasságuk, végse jó, de hogy valami nem működik, valami elfáradt, és kell valami új. Igen, de az ugye? Is fura, mert hogy a nők nagy része, 99%-a azt várná, hogy legyen mellette egy olyan férfi, aki dédelgeti, aki a tenyérén hordozza, aki mindent megtesz érte, minden szavát lesi, az ágyba viszi a reggelit, stb. Igen, de a nőknek meg lehet, hogy hiányzik, hogy legyél egy kicsit férfi, hogyha 16 éven keresztül a tenyeredet hordozod, akkor néha kicsit legyél vad, kicsit durva, kicsit improvizatív, tudod, és nem mindig ez a nagyon alámenős, nagyon hajbókolós, persze drágám. Akkor csak helyet kéne cserélniük a stollal, nem? Akkor csak helyet kéne cserélniük a stollal, igen. Szóval jó, hát van még egy-két olyan dialógus, ami kicsit úgy döcög, meg azt érzed, hogy olyan magyaros, de közben egyébként egy képileg baromi szép, a színészek baromi jók, tehát hogy messze átlagon felül. Igen, már ilyen reklámfilmesen tökéletes benne minden. Vitathatatlanul szép, igen. Ez a középkori életkrízis, ez úgy mindenkinél eljön, vagy van, aki ezt átugorja? Mi már túl vagyunk rajta, te vagy az elején. Hát fene se tudja, hogy túl vagytok-e. Túl vagytok-e rajta. Ez ilyen 48-50 év körül jön állítólag. Tehát, hogy akkor még előtte vagyunk. Ez egyelő a kapuzárással? Szerintem ez ugyanaz. Hogy elkezdesz keresni valamit, ugye krízisbe kerülsz közepes korodban, mondja a neve is a történetnek, elkezdesz kutatni, keresni valami mást, és az emberek a legkevésbé szokták azzal átélni ezt a krízist, hogy a jelenlévő kapcsolatukban próbálják ezt megvalósítani. Igen. Jó, de ez mondjuk nem feltétlenül csajozásban nyilvánul. Nem azt mondom, már bármi másban, de hogy a legkevéssé úgy próbálod megoldani, hogy azzal, akivel mondjuk együtt vagy 20 éve, 50 éves vagy 30 éves korotokban összejöttetek, 20 éve együtt vagy vele próbálod átélni. Azt mondod, hogy anya, keressünk valamit közösen, nem ezt csinálod, hanem akkor fogsz kétüléses sportautót venni magadnak, nagyon gyorsan, akkor fogsz elmenni, nem tudom, extrém sportokat űzni, leugrassz a Kuala Lumpuri nagy torony tetejéről egy ilyen denevér ruhában, akkor keresel olyan dolgokat, amivel ezeket megpróbálod túl. Így van. Túlvinni. Akkor vethetsz fel először az elhajlási engedélynek a. Istenem, ezen már túl vagy. Igen. Már erről beszéltünk, csak nem kaptuk. És akkor ezen mindenki átmegy, tehát mi is, ahogy átmész a kamaszkori válságon, és lázadsz a szüleid ellen, és haragszol a világra, és leginkább a szüleidre. Ezen az életközépi válságon ezen átmegy mindenki? Előbb-utóbb mindenkinek leesik szerintem a tantusz az, hogy basszus, telik az idő, és vannak dolgok az életemben, amiket nem sikerült megvalósítani, amik mellett elmentem, amiket kihagytam, amiből kevés volt, kevés jutott, és akkor elkezdesz rajta gondolkodni, hogy mi lenne, ha elkezdenék pótolni. És akkor jönnek ezek a szituációk. Igen. Szóval meg volt régen is, csak akkor nem volt divat elválni, nem volt divat 50 évesen megőrülni, egy-két ember megcsinálta. Voltak legális nyilvános házak. Meg lehetett oldani másképpen a dolgot. Az a polgári élet, ugye? Ugye milyen szép volt az. Az a boldog élet, ugye? Még voltak szivar szalonok. Az a szivar. Az. Igen. De megvan most is, szerintem mindenkinél. Megvan ki, hogy kezeli. Meg. Tehát valaki tényleg úgy kezeli, hogy akkor elkezd fűvel, fával, és akkor itt iszonyatosan elkezd csajozni, valaki meg vesz magának egy 3 milliós izét, a choppert, mert hogy szerinte abban van a kakó, abban van a tuti, és akkor hogy hívják, felfedezi magának a Born to Be Wild-ot. Vagy így, vagy úgy, de megnyilvánul ez szerintem. Elkezd öltözködni, elkezd vagányokat, elkezd lejárni, hogy hívják a konditerembe, kirúgatja magát a munkahelyén. Aztán elkezd gyúrni. De ez nem feltétlenül csak az amerikai szépségben, ezért mondom. De ezt mondjuk ezt mi is, igen, hogy nem feltétlenül csajozás, ugye, hanem hogy így... Egy csomó hogy mindenben, extrém hogy múlik a fiatalságod, igen, múlik a fiatalságod, de rájössz még arra, hogy nem vagy már fiatal, de még szeretnél olyan dolgokat megtenni tényleg, amit ti is mondtok, kipróbálni, és akkor ebből jön egy ilyen
egy ilyen kis utáskodás. Igen, nem? Csak azért érdekes, hogy azt is elkezdtük fejtegetni, hogy ezt miért egyedül akarod, vagy miért nem azzal akarod megcsinálni, akivel, ha nem a csajozás van benne. Tehát 20 éve együtt élsz egy nővel. Nem a megcsalásban keresed a kitörési pontot, hanem abban, hogy te valami mást akarsz csinálni. És mégse vele csinálod. Mégse azzal a így nővel, van. Akivel csinálod. Ez a járható út szerintem. Igen. Én is például 20 év várnézés után nyitottam a kastélyok irányába. Tessék, és Mónika, hogy és megy veled? Van, de gyönyörűen megy. Igen. Igen, de ez egyébként nem csak arról szól szerintem, még én nem éltem még át, de hát tényleg mindenki átmegy rajta, hogy neked a csajozás hiányzik, hanem hogy pont arról szól, hogy megvan mindened, boldog vagy, de mégsem találod a helyedet, mégis kicsit unatkozol, mégis azt gondolod, hogy örülnöd kellene az életnek, de közben az egészet kicsit unod, és elmennél valahova máshova valami tök más csinálni, és úgy érzed, hogy hiányzik valami az életedből, de te sem tudod megfogalmazni, hogy mi, csak azt érzed, hogy mennek a napok, mennek a hetek, mennek az évek, és valahol belül tökre unatkozol, és egyedül vagy. De közben van két gyereked, van feleséged, és mindened megvan. Ami csodálatos és dolog. Boldog lehetnél, de közben valahogy az egészet kicsit mégis unod, vagy azt kérdezed minden nap magadtól, hogy ennyi? Nem, nincs több. Lefutott az egész, és ebben nincs már több, és mindent megértem, amit meg lehetett, megkaptam, minden rendben van, de nincs benne több. Tehát nem jön más. Megvan a gyerek, megvan a család, megvan a feleség, jövünk, megyünk, hétvégi program, ide megyünk, oda megyünk, de valójában ennyi az egész. Nincs már több, mint egy nagy fellángolás, egy nagy dolog, egy nagy változás, egy nagy történés. Szép csöndben átadjuk magunkat az elmúlásnak, és még így leélünk 20 évet, és nagyjából ennyi? Ja, Istenem. Igen. És szoktatok ilyeneken gondolkozni? Nem szoktatok ilyeneken gondolkozni? Most még jön egy Hollywood szám is meggondolom. Mert szerintem a középkori életkrízis az valójában erről szól. Erről. Ezeket kérdezed meg magadtól, hogy nincs már más, hogy ennyi? Hogy mindenem megvan, köszönöm, hogy ilyen boldog vagyok, tök jó, de valójában boldog vagyok, vagy kicsit unom az egészet, és kicsit jó lenne még, ha történne valami. De én sem tudom, hogy mi, csak történjen még valami, mert nem lehet, hogy ez az egész ennyi. Uh-huh. Tényleg ennyi? Vége? De várjál, ez nem kevés is. Azért kell, hogy kipróbálgassál más dolgokat meg, hogy adott esetben egy picit hosszabbra eresz a gyeplőt mondjuk a párod, vagy mondjuk ketten bevállaljatok olyan dolgokat, amiket addig nem vállaltatok be, hogy elkezdjétek adott esetben értékelni azt, amit elértetek meg, azt, amitek van, hogy egy picit kívülről tudjátok nézni a saját kapcsolatotokat, és azt mondjátok, hogy basszus, hát minden hát ma az három rendben van. Ez mindig egy nagy trauma kell szerintem. Tehát az, hogy te valójában benne vagy valami, és benne vagy egy ilyen középkori életkrízisben, akkor valami nagy trauma kell, hogy történjen, hogy te azt értékeled, ami benne van. Szerintem nagyon sok ember jár ebben a cipőben. Hogy úgy unatkozol, hogy közben mindened megvan. De mondjuk, miről szól az életed? Mi a célja? Van-e még célja? Vagy szól-e még ez a dolog egyáltalán valamiről? Vagy ennyi mindent megtartom? Most 50 éves vagyok, 48-50. Valójában nem tudom, hogy még mi történik. De olyan jó lenne, ha még történne valami. De micsoda? Mert ha jól emlékszem, te is akkor kezdted el igazán értékelni a régi négy karikást, amikor megvetted a rovert. Látod? Igen. Látod, hogy azt mondtam, hogy kellett nekem indiai autót venni, mikor ott volt. Ott volt a négy karikás. Jó vas. De ti soha nem kérdezitek ezt meg magatoktól? Dehogy nem. Szerintem mindenki. Valamikor alszok, de egyébként mindenki. És már a feleségeink is megkérdezik. Igen. Hogy? Nem, már nem. Már úgyis ja, már úgyis ez van. Nem, szerintem mindenki keresi azt a pontot, ami nyilván a gyerek ad annyit, de mégse azt adja. Mást ad, amire gond... nem azt adja. Igen, nem kevesebbet. Mást ad. Igen, nem kevesebbet, tök más, de nem mindig azt keresed, hogy jaj, de jó a gyerekkel focizni. Mert hát, hogy tök jó a gyerekkel focizni, de nem mindig ezt keresed, nem? Igen, de már nem tudsz olyan dolgot. Most mit húzzunk még be erre az életre? Tehát mivel szeretnéd még földobni? Én minden nap ezeken gondolkozom, hogy ennyi? Pedig kicsit igen. Nincs más? Csomó dologról lekéstünk mi is. Nem leszünk már űrhajósok, nem leszünk már rockstárok. Én nem tudom elfogadni, Feri, azt, hogy ezzel, amikor rád nézek, akkor mindig eszembe jut, hogy basszus, én már soha nem fogom alsóosan játszani a kis színpadon a Final Countdown szóló nélkül. Érted? Hát, de én már játszom. Nekem már megvolt. Nekünk például a zenekar, szerintem tökre ez. Nekünk a zenekar például teljesen ez a kitörési pont, amikor azt mondod, hogy hónapban kétszer beülsz a mikrobuszba, elmész egy koncertre, és egy picit elhiszed, hogy te mekkora ízű gitáristen vagy, hát nem vagy az, hogy lennél az, azt lesz a gitáristen. Na, de nekünk ez például ez a zenekar tagjai számára, érted? Amúgy is mindig ezek a kérdések vannak a fejemben, ma éppen nem jutott az eszembe, de hála nektek megint szarnapom lesz. Na, mi csak megnéztünk egy új tévéműsor. Ne, hatással vagyunk rád. Best of Morning Show.
Morning Show legjobb pillanatai. Keressük az önjelölt őrülteket a családban, vagy a családon belül, ugyanis hát szerintem mindenkinek van a rokonságában legalább egy olyan ember, aki ha családi összejövetel van, karácsony van, születésnap van, névnapi köszöntés, előáll egy bizonyos produkcióval, és először 50-szer, 100-szor elmondja, megcsinálja, megteszi, elmeséli. Ugye? Hát ez minden családban van, mert hogy egy angliai asszony a családja szeme láttára lenyelt egy hátvakarót. A nő egészen döbbenetes egyébként. Én nem tudom, hogy ő erre mikor jött rá. Vagy ő ezt már tudta magáról, hogy ő ilyen dolgokat képes. Hát hirtelen csak úgy nem ugrik be. Szerintem kis kanál, nagy kanál. Biztos vagyok benne. Ez a klasszik hátvakaró, aminek egy kéz van a végén, ilyen behajlított ujjakkal. Ez egy abszolút klasszik hátvakaró. Igen, mutatom a videót. A nő az egész egyszerűen zseniális. Itt írja egy hallgató, hogy kérdés, hogy mi volt a mondat, amikor megtette, hogy azt mondta, hogy na nézd, apád miért jött hozzá. Elfogyott a puncs, a beigéből sincsen már elég. A lány a szeme láttára ládásul, na most ha nem tudom, hát én nem vagyok azért annyira, nem is tudom micsoda, de hogy azért így a lányod szeme láttára nem biztos, hogy lenyelsz egy hátvakarót, mondjuk a lányod 10 éves, hát nem? Hát kinek mutatod meg először? Csak családban, nem? És hogy tetszik a produkció, aztán irány, nagy színpad. Igen, egy nagy darab szőke hölgyet látunk ezen a videón, aki mosolyogva vagy vicsorogva, ezt nem tudjuk eldönteni, támaszkodik egy asztalra. Na most vannak, tudjátok, azok a kamu kardnyelők, akik úgy nyelik le a kardot, hogy közben a kard összemegy a szájában. Tudod, a 8-ból 8 fakír az nagyjából így nyel kardot. Hogy van egy műanyag kard, ami egyre kisebb lesz, lenyelés, hogy húzza ki a kard újra hosszú. A legnagyobb átverés. Hát, vagy csak ti nem vagy... jártok túl színvonalos előadáson. én már azért láttam olyat, aki elkészített, de hogy nem. Lenyeli, hogy nyelj egy széles pengéjű kardot? Lenyelik, hát ez egy külön művészet, ezt lehet gyakorolni, nem persze. Indiából származik a hírek szerint, és hogy van ilyen. Én láttam már most olyat is. Most itt a Lőrinci vándorcirkuszra, érted? Hát megfogtad, el, ott ült egy 8-es, lenyeli a kardot, fogta, és bedugta mögé, és mi hirtelen látod a vállánál megjelenni a kardot, tehát hogy láttál komoly produkciót. Nem a vállánál, a két lapockájok között jött ki, és nagyon igen. Na, de nézzétek meg ezt a nőt, mert szerintem ő igazából lenyeli. Nem követendő példa, senki nem próbálja ki, nem is azért beszélünk erről, tehát tényleg ne csináljátok. Egyszerűen csak maga a dolog érdekes, hogy jut eszébe egy nőnek, egy teljesen hétköznapi háziasszonynak otthon, hogy lenyeljen egy hátvakarót. Most mindegy is, hogy mit mond, ugye elindul a videó, nagyra nyitja a száját, papa erre ugye azért nyilván büszke, és eltűnik benne a hátvakaró. Hát a papa örül, igen, de... Aha. Tehát, és nem mellé dugja, nem maga gyerekek. Mögé dugja, nem, a, nem, a, nem, nem az a trükk van, hogy oldalról látod, és úgy tűnik, ráfekszik. Ez nagyon jó. Ráfekszik a konyha asztalra, háttal, tehát a tarkója van a konyha asztalon, és folyamatosan tolja magába a hátvakarót. Na, ez az a pillanat, ahol lebukott. Na most aztán nézd már meg, hát nem egyenes a teste. Ahhoz képest így áll a test, és így tolja magába. Vagy ez egy ilyen flexibilis hátvakaró? Az, ez egy ilyen rugalmas hátvakaró. És közben mutogat. Figyelj! Tehát magatok elé képzeltek egy Tracy kinézetű csajt, ami Tracy nézett így ki, igen. Ugye? Vagy néz ki most vagy is, ugye régebben megszólalt. Valamit ő folyamatosan mutogat, hogy mit vegyek. Hogy levegőt. Húzzátok ki. Hogy fölfele. Valaki húzza már fölfele. Se húzzátok ki. Húzzátok ki. És a lánya rendületlenül videózza, de valószínű, azt nézem, hogy nem először történik, mert a lány nem esik kétségbe. Tehát a nő mutogat, kalimpál, valamit próbál jelezni a lányának, a lány meg teljesen hát, egykedvűen videózza. Hát vagy ez nem a lány, és akkor már a statív is mozog. Mert hogy egyébként lehet, hogy fixre van véve a kamera. És hogyha megfigyelitek, amúgy középen lehet csak látni a képnek a két széle az valamiért le van fedve. Én nem tudom, hogy ott mi történik abban a pillanatban. Álló videót csinál. Ja, ott nagypapa, ott nagypapa szöges ágyon fekszik. Igen, ott valaki tényleg nyúzza. Ott valaki szöges ágyra feküdt. Tehát gyerekek, most komolyan mondom, tehát tényleg senki ne próbálja ki, ne csináljátok, fiatalok hallgatnak bennünket, ne kövessétek, jó? Tehát nem azért beszélünk róla, de komolyan elmennék egy ilyen családhoz karácsonyozni. Tehát ha náluk irigy vagyok, tehát náluk, ha ez egy szimpla kedd délután, tehát mi van karácsonykor? Mi van egy születésnapon, ha ez egy kedd délután történt? Én konkrétan így vagyok, náluk csak olyan volt, hogy ez házi szilva, 2 dl 1 húzóra. Érted, ebből sok. Tudod, mi van a két letakart oldalon? Azok a családtagok, akiknek nem sikerült. Ja, tényleg. Egyébként igen. Akiknek nem jött össze, igen.
De elmondta a nő előtte, hogy na nézd, a Párizs ezt szeret. A Párizs ezért jött hozzám. Szóval nálatok volt a családban ilyen önjelölt, én nem is tudom, bohóc, kicsit bolond, őrült, aki vagy sztorizott, és mindig ugyanazt, és te etted a levest, és tudtad, hogy 26 óra jön, és azt is tudtad, hogy egy adott pillanaton jön elő azzal a történettel. Vagy produkciózott, vagy bemutatott valamit, vagy szavalni kezdett. Mindenhol van egy ilyen őrült, após, anyós, nagypapa, nagymama, szülő esetleg, nem? Nálunk a születésnapok egyik legszebb pillanata még gyerekként, amíg kicsi voltál? Kicsi voltam, amikor az egyik rokon azt a dolgot szerette volna bemutatni, ez 10 éven keresztül minden szülinapkor, az ő szülinapján meg kellett volna nézzük, akkor délután 3-kor érkezett meg az a pillanat, hogy na most figyeljetek, unikum, kicsi pohár, feles pohár, figyeljél, fölteszem ide az orrom végére, és már azt mondtuk, hogy nem fog megállni, fölteszem az orrom végére, meglököm az orrommal, és bekapom. Ki volt? Ki volt ez a szerencsés? Engedjük el. Kicsit lapos volt az orra, tehát föltette az unikumos parrat, aki meglökte az orrával, és hogy az majd befordul a szájába, és ő úgy issza meg. 10 évvel, tehát egyszer se sikerült, elérkezett a 11. év, amikor az volt, hogy na most figyeljé, üresen fölteszem a poharat, megállítom, önstele, azt úgy fogom majd bele. Szóval, hogy Zoli bácsi, ne, tényleg ne. És 13 éven keresztül minden egyes rohadt évben ezt a trükköt próbáltuk megnézni, vagy mi néztük is, de soha egyetlen egy alkalmas. Ha valaki később a családtagok közül, az meg úgy jött, hogy Zoli bácsi, unikumus trükk meg volt már. Nem, azt meg kellett várni. Figyelj, fölteszem a poharat. Na, meglököm az orrommal, figyelj, most sikerülni fog, gyakoroltam. És soha. És mindig, kellemetlenül érzed magad, tudod, hogy jön, a család felsóhajt, amikor túl van rajta, ugye? Jó, tehát, nem sikerült megint. Igen. Ezért jó, ha minden évben születik egy gyerek, mert mindig van legalább egy új réteg, akit megtalálhat, akinek ez tetszik. Akit érdekelhet. De azt értem, hogy hogy jön rá egy ilyen nő, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Tehát látok egy hátvakarót, nem érzek ellenállhatatlan ingert, hogy lenyeljem. Vagy viszket a torkod? Vagy kettet egy félrenyelsz, és kerejjék a gyomrot, és keresel valamit. Tehát, hogy hogy jössz rá egy ilyen képességedre? Hogy te a lányod előtt le tudsz nyelni egy hátvakarót. Tehát meglátod? Vagy látsz egy hosszabb cipőkanalat, és azon elkezdesz kísérletezni, rájössz, hogy megy a cipőkanál, akkor megy a hátvakaró is? Vagy hogy jössz erre rá? Hát valamit keresett a gyomrába, ki akarta szedni belőle, az nem lehet, hogy mit tudom én, érted? Nézd már, csirkepörkölt, menni az ajtón, érted, ott volt a kezében a kulcsom, de jött egy bejövő hívás, és a szájába vette a kulcsot, és elkezdte keresni a telefon. Utána lenyelte az izét, lenyelte a kulcsomot, és ott a hátvakaróban megpróbálta kihúzni. És a lány mondta, hogy vedd föl kis lányom, ez nem követendő példa, igen. Kazi azt írta, azt mondta a nő a lányának, fiatalkoromban csináltam dolgokat, amire nem vagyok büszke. Igen, még eddig a gyomromban van. És lenyelte a hátvakarót. Nálatok valami önkéntes, valami Lőrinci presszóban valahol családi összejövetelen? Ja, nem, nálunk csak az erő... Szavalás, pohárevés, bármi, mindig, ami... Mindig az erőművészkedések, illetve a... De az erőművészkedés, hogy valaki belenyomott a kis ágyba? Le tudok vele googolni, és fel tudok vele állni, és nem mindig sikerült vele felállni. Tehát egy ez volt a jó. Tudod, hogy ezért rakja még rá, fel tudok vele állni, és akkor egy balra el. De ez nyomorul, de ez annyira nyomorul. Ne, vicces volt. Egy szórakoztató, persze, de hogy közben... Volt, az volt, csak olyankor volt gáz, amikor szegény anyámat is belekeverte a pánt. Na, ülj föl a hátamra! Hogy úgy alázta meg a haverét, és azt mondta, hogy ezt meg Ica is megcsinálja. És jönni kellett a nyugádnak megcsinálni? Igen. És konkrétan felpakolták, de... Rápakoltak édesanyára a súlyokat, és fel kellett felállni. És mit tettek rá, egy rudat, egy fekvegyomó rudat? Egy rendes, vagy egy gungoló rudat, egy kétkezes súly rudat. És felrakott rá 50 kilót a pápa, és anyám legyugolt, és felállt vele. Nem hiszem el, neked a nappali közepén anyádat googoltatták egy ízé súlyzó rudat, nem áll. És az volt a ciki, hogy a kocsikísérő haverjé nem tudták megcsinálni. És anyám belegugolt. És anyám meggugolt a szemfelemet, és főzött tovább. De úgy simán megcsinálni. Semmibe, egy mácsába guggolt bele, vagy egy 80-ban? Egy 50-esbe beleguggolt? Simán. Mama, azért van. Beleguggolt, fölment, aztán kavargatta tovább a rántást. És te közben ott tologattad a kis lepkédet, és gondoltad, hogy a családod ilyen? Apám úgy tudott alázni, hogy senki. És eljött az a pillanat, hogy Jamos Janika, te mutasd meg. Jó, és annyira gyenge. Jó, még az Ica is megcsinálja. Itt, gyere már le! Simán megcsináltatta vele. Körülbelül egyébként ez egy ilyen... fiatalok voltak, bohémok. De
De nem képzel, elképzelhetek, én akkor mindig téged látlak gyerekként. Tehát az ilyen történetnél, ha valaki elmesél, mindig a gyerekre gondolok, hogy ő vajon mire gondolt, hogy ült a kis Janika, a kis mit tudom, cumiával, mi 6 évesen. Nem, a gumiszandálban, rövid nadrágban, és majszolgattam egy nagy lekváros kenyeret, és tök büszke voltam anyám. Igen, megvan a kép. Kis fehér zokni, szandál rajta, a kis kék adidas, vagy ilyen kis rövid, nejló rövid nadrág, egy fehér póló, amit lehettél, és egy óriási kis pantallóba, És volt, hogy ő az én múlterom. Egy jelvény, Magyar Vöröskereszt, meg alatt egy fővárosi gyógyszertári központ. Ilyenek voltak ott, meg másik oldalon pedig egy kiváló dolgozó csillag. Igen. Azért mamának a referencia videója nem rossz. Tehát ha esetleg elválnak, és akkor felkerül egy randi oldalra, nem azért azt gondolom, hogy ez a fajta videó ezzel azért így pillantok hát alatt. Ez, hát mennyi tűnt el benne? Jellemzés. Egy méter. 49 éves, szeretek főzni. És egy videót be. és inkább egy videót, és abszolút megvagy. Mariana, árok, jeligére várunk. Igen. Na, nézzük a hallgatóinkat, ugye azt kértük tőletek, drága Morning Show hallgatók, hogy írjatok nekünk olyan családtagokat, akik szeretnek szerepelni, és különböző kúsztokat csinálnak különböző összejöveteleken, legyen szó tényleg szülőnapról, karácsonykor, bármikor, amikor kettőnél többen vagytok, úgy érzik, hogy elő kell állni azzal a trükkel, amit még nem csináltak meg, vagy már százszor megcsinálták. Nálunk a nagybátyám játszik minden lagzin légzongorán. Légzongorán. Hát jó pár pálinka után. Ez magáról nem tud. Ez a léggitárnak a komoly zenei megfelelője. Van ugye? A légzongora. Nem, valószínűleg játszik a zenekar. Játsza ugye a kis mulatos dalokat. És utána tolja. Igen. Aposom üvegpohár, hamutál, váza. Figyeld. Minden összejövetelen, ami a kezébe kerül, azt megeszik. Nem, láttam ilyen talpon állóban üvegpoharat tenni ember. Tehát az a típusú ember, aki megvárja, amíg sokan vannak, fejével összetöri az üvegpoharat, kér egy szalvétát a kezébe, tör egyet a fejével, kicsit megvágja a fejét, kicsit vérzik a fejével, és Sanyi, itt már mindenki ráfér, Sanyi ne csinál, Sanyi hagyd abba, megint el meg a por. A finom, ez nincsenek baja. És a vékony talpas poharat, tudod, amiben mit tudom, üdítőt töltenek, az a kicsi vékony, az jó ízűen elfogyasztja. Egy méterről láttam, nem hittem el. És utána nem pedig hittem el, hogy erre ember képes. Nem, és nem tudom, hogy mondta, hogy adjon már valamit vele tudom folytani, és akkor kapott, mit tudom én, nem egy tudom. Egy fél pálinkát, meg egy házmesterfröccsöt is kész. Mert azt mondja, és minden összejövetelen. Meg tudod emészteni. De Sanyi hát, megevett egy üvegporrat. A szádat, azt simán el tudod vele vágni. Persze, és ebben benne van az, hogy kicsit a kezed, kicsit a szád, tehát az egész valahol egyébként nagyon nyomorult, hogy te ezt végignézed. És tudják, hogy Sanyi elérte azt a maligán fokat, ahol megeszik egy porrat. És már szóltak neki, hogy Sanyi, ma ne. És szólt a presszós lány, a kislány, hogy fogynak az üvegporrat. Legyen szíves, ne egyen meg ma megint egy porrat. Mondta, Sanyi készülsz berúgni. Sanyi készülsz berúgni, ne edd meg. És megeszi. Itt van velünk Laca. Hello Laca, jó reggelt. Ciao, sziasztok. Hello. Szia. Na, neked is van egy barátod, akinek van egy nagypapája. Ja, igen, Szegeden érdegélnek. És kitalálta az öreg, hogy készülget a halálra, de kicsit viccesen, és ő 80 után fabrikált magának egy koporsót. A szüli napján mindig egy olyan délután körül, mikor érkezik a vendégsereg, unokák, mi egymás, akkor ő ezt kikészíti a nappaliba, felcíteli. Felhozza a nappaliba, tehát valahol tárolja, és oda viszi a nappaliba. Ja, tető az nincs rajta, tehát lehet látni, és halálosan komolyan eljátsza az öreg, hogy milyen lehet majd akkor, ha ott állnak az emberek, és most azt is kitalálta. Ja, van egy unoka, akit a fia rávett, hogy ha már virágot visznek, dobják is rá, és most kitalálta, hogy a boldog szülinap helyett, esetleg mehetne ez a temetési valami, így rátuningolva erre is. Figyelj, és abszolút, tehát egészséges, lehet vele beszélgetni, elmondja, hogy miért csinálja, igen? Ne, ő csak azért, hogy szokja. Aha. Hát ez szenzációs. És hogy kell elképzelni, hogy ti megérkeztek, vagy a barátod, amikor megérkezik a családi összejövetele, papa már ott fekszik, vagy belemászik mindenki szeme láttára, és megmutatja, hogy majd milyen lesz, amikor ő... Nem, ő úgy szokta csinálni, úgy szereti, hogy ő már előkészülve várja úgy abba a pozícióba többieket.
Nagyon jó arc. És igazából nem is lehet tudni, hogy valóban megtörtént a szomorú eset, vagy pedig... De várj, azt képzeld el, hogy te mondjuk egy lány vagy, egy olyan csaj, aki elkezd járni azzal a sráccal, akinek ugye az apukája vagy a nagypapája, és megérkezett teljesen ártatlan, hogy ilyen családi rendezés, és azt látod, hogy egy nagypapa fekszik egy koporsóba a nagyszoba közepén. Hát mutassam be a nagypapámat. Papa, kelj már fel, hogy ez is nem. Nem hiszem. Tehát inkább az mehet, hogy maradj csöndben, semmit nem mondjál, csak tedd rá a virágot. És tényleg rá kellett dobni a virágot is, amikor mentetek? Vagy amikor ők mentek? Az egyik is csávó rádobta, de én azt javasoltam olyanéknak, hogy lehet, hogy meg kéne viccelni az öreget, én ott előtte játszanék el egy szívinfarktus, mintha éhalnék meg, és arra mit reagál majd a koporsóból az öreg. Felküldj be, fiam, helyettem. Egy gyors csere. És mit mond, hogy miért csinálja valóban azért, amit mondtál, hogy ő felkészül erre, vagy ő így próbál ezt erre rákészülni, vagy oldani nyilván a szorongását, és humorizál, ugye? Szerintem humorosan ez nyilván valami kis hóbort a részéről, de nem elmebeteg, tehát képben van az öreg. Hol tartja a koporsót? Lent a pincé. És ezt egyedül fölviszi a lakásba? Nem nehéz, nem egy nagyon komoly, robosztus dologra kell gondolni, de az alakja lekente, leszínezte, tehát szép igazából. Atyaisten, hát ez... De ez tök jó, mert valahogy előkészíti a családot, és aztán nem lesz akkora dráma, amikor sajnos bekövetkezik, mert előbb-utóbb ugye befog mégis. De ez nagy arc. Szerintem az is vicces lesz. Ez nagy arcra val. Figyelj, és te voltál ott, láttad, vagy ez csak fotón sikerült, vagy te részt vettél egy ilyen, és ott voltál tényleg? Nem volt szerencsém személyesen látni, csak mesélték a barátok, meg egy fotót kaptam telefonon keresztül, hogy ez tényleg igaz. Hogy ott fekszik. Nagyon jó fej. Aha. És föl is öltözik? Tehát szépen öltönybe öltözik, vagy csak így a melegítőbe beugrik a koposa, vagy megadja a módját, és fölöltözik rendesen. Én úgy láttam, hogy öltönybe van, de ő amúgy is abba szokott hát, részt venni. Esetleg el lehet menni úgy, hogy mindenki menjen feketébe mondjuk a születésnapjára, ha már. Aha. Papa nagyon kemény, a születésnapján befekszik egy koporsóba. Ez kemény. Hát ehhez képest igen, Laca, gondolom nálatok normálisan zajlik egy születésnap, tehát ez nagyon überelni nem lehet. Nem, általában nekem. Nyilván egy család is kell, aki ezt így végig asszisztálja, de nálunk nincsenek ilyen. Senki nem volt, aki az öregnek azt mondja, hogy papa nem áll. De, szerintem egy idő után már az, hogy papa másszom, már ki legyen szíves, hogy papa másszál már ki a koporsóba. Hatodszorra már nem lepődsz meg, nem? Ha mondod, hogy papa, gyere már ki a koporsóba, léci, újak még a vendégek. Hát, vagy lehet, hogy rá kéne gyártani egy hozzávaló tetőt, és gyorsan rászögelni, amikor befekszik. Hát ennyi év után már lehet, hogy azon csodálkoznának, hogyha nem lenne koporsó, mi történt papa bet. Egyébként igen. Hát ez szenzációs történet. Laca, köszi, hogy elmondtad nekünk, vigyázz magadra, ciao. Szép napot, ciao. Hello. Családi összejövetelekkor Tata felállt, most nem tudom, mit jelent, hogy Tata, tehát nagypapa vagy papa, felállt, és mindenki szeme láttára elkezdi szürcsölni a tepsiből az oldalzsírt. Az oldalzsírt. Azt mondja mindig, hogy azért iszik bele, mert azt hiszi, hogy te. Nyilván azt szereti. Hát, na. Nagypapámat látogatva mindig öcsémmel meg kellett hallgatnia, hogy szintetizátorozik, pedig nem tudott. A billentyűk sorrendje fel volt írva. Nagymama mindig kényszerített, hogy tapsoljuk. Nem tudom, hogy igaz az SMS morbid, de nagyon kemény. Kolléganő mesélte, hogy a keresztapja úgy halt meg egy közös családi vacsorán, hogy megmutatta büszkén az egész családnak, hogy kell egészben lecsúsztatni egy palacsintát. De ezt többször van? Már neki? Ezt elviszem. De hogy fölemeljön? Nézzétek! Föl kiakasztod a gigádat, és lenyedet. És egy ideig azt hiszed, hogy minden rendben. Jézusom, a könnyen folyik, szegény. Választatok, durós, mákos, diós. Milyen legyen? Adj, és nem folyik a könnyen. Hát ezek elképesztő SMS-ek. Nálunk minden családi rendezvényen keresztapám a hatrugós expandert húzza ki. Ezzel dicsekszik. Egyszer összekapta az összes szőrt a mellén. Azóta leállt róla. Azért az megvan, hogy papa egy kis klótgatyában, egy kis fehér kis atlétában megérkezik a hatrugós expanderre, te ott eszed a grill csirkét, éppen finoman, nem tudom. Vagy csak lóg a nyakába, és jön be, nagyon maga biztos. Megy még. És a hatrugós expander neki áll keménykedni. Három rugót se húzol ki, soha büdös életben. Hatrugós, az nagyon kemény. Aposom. Minden összejövetelen előadja, hogy vitték el a fogait az UFO-k. Ő a mi emberünk. Hát én ezt imádom.
Nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. DJ Otti retro nappal búcsúztatja az évet. Jövőre pedig már buli formájában is elhatároztuk. Én legalábbis. Egy DJ Otti. Csinálj buli. Mi? Nagy színpad. Buli. Bulit. Buli. Nagy buli. Jó. De mekkora buli lesz? Nagy buli. Ja, figyelj, kell is. Óriási buli lesz. Figyelj, nem lehet elmenni mellett. Most is legutóbb ti is voltatok ugye egy ilyen koncerten, és mondtad, hogy óriási az érdeklődés, hogy nagyon nagy volt a film, nagy volt a hangulat. Rengeteg nem lehet voltak, elmenni a Total Dance-en, teltház volt. DJ, nem tudom, Dr. Alban, Fun Factory, és mindenki ott volt. Aki számít a retroiparban, a magyar előadók is, teltház. Tehát muszáj. Muszáj retrobulit. Rá kell repülnünk nekünk is erre, érted? Van egy nimbuszod, eddig ugye picit így a háttérből irányítgatva a dolgokat, időről időre megjelenve egy-egy exkluzívabb szettel tetted le a négy egyedet. Retro nappal. Jaj, most... tudod, mit hallgatnék meg, hogy két dalt összekever. Mert ugye itt mindig úgy van, hogy egyet-egyet beraksz, de általában reklámblokk van utána, vagy mi beszélünk. Igen, hát azt anyád, egy zsül, hol a... Egy ilyen nagy kevés. Ez a gomb, a rohan, megnyomom, nem lehet baj. Megállt. És tudod, 10 000 ember így néz rá. Igen. Mi van, Bali? Nem, mi van, Otti? Ilyenkor jönnek a mentőszövege. Refrén! De az már volt. És most együtt! Elhatároztam, hogy decemberi retroban kicsit a régi retro dance slágerekre is rámegyünk. Uh-huh. Egyet mondj. Például, nem tudom, szerettétek-e a... Nem. Nem. Ez biztos. De mondjad, mi? Nem is dance, ez kicsit már az ilyen house-os jellegű dance, trance, tehát olyan régi... Emergency house? Nem teljesen erre gondolok. Hát volt a BB-nek például egy 7 Days and One Week nevezetű slágerem. Belehallgat, megmutassam? Inek? Szerintem ismeritek. Vagy egy kis Faithless, vagy egy kis Robert Miles. Hát azok a régi nagy ilyen klubindulók. Robert Miles az neked régi? Hát a Robert Miles az igen. A BB az nincs meg, ugye? Fogadjon biztos nincs meg. Megmutatom neked. BB. Hogy én nagy régi, nagy diszkos lágerek, dance indulók, ami azért jó volt. Nincs meg? Igen. Nem. Nincs. Na figyelj, besírsz. BB izé, nincs BB meg. BB nincs meg? Hm. Figyelj. Ez az! Hát ez... Vajon. Ez... Figyelj! Ilyeneket fogok hallgatni decemberben. Egy-két ilyet is. Egy-két ilyet is. Taps effektre. Hoppá! Ráesett a szintére valaki, érted? Hagyjál már! Milyen lesz? Mi lesz? Sötétség lesz. De mi lesz most? Ilyeneket is akarok most december 23-án. Csak egyet-kettőt. Karácsony csak lesz, ember. Nem baj, karácsony. Nem a, nem a sötétség. Figyeld. Jön el, a fény. Ilyen itt nem lesz! És rendes emberek lettünk. Azért, mert nálunk ezt leállították, tudod? Nem. Igen. Fúj. Na. Atyám, húzza ki a kapcsolóba! Na mindegy, szóval, hogy drága hallgatók, december 23. Jó? Kaptok ilyet is, hogy most egy picit más legyen a retrónap, mert eddig ezen írához nem nagyon nyúltunk. Nem merítkeztünk meg. Picit bőlére ereszte a promó volt, de... Aj, de jó Viktor zenél, feszesebbre vágja a promókat, de december 23. December 23, ne felejtsétek el, hát nincs ott nagy retró. Figyelj, akkor fogom, de én ott leszek, és komolyan az első sorba fogok szeletelni, hogyha megcsináljuk a koncertet. Én a koncertet hagyjam el. Tehát, hogy a fellépést. A koncert, az. A fellépést. Megcsináljuk valahol, te is, jó? Te ott leszel, az első sorba fogsz tombolni. Ott. Aha, gratulálok. Hogy ne lenne ott? Jaj, basszus. Nagyon. Nem, Vianney bulizik, pom-pom. Nem, mert közel akarok még valamit mutatni nektek. Az legyen a horvát kertben Budán. Érted, erre lehetett mulatni. Legyen szombaton a horvát este fél 8 után kiszól a színkörből a zene. A zene volt, de ez a... Kicsikém, de csuda van. Jó, de én ezt csak jávar a pár filmekből ismerem. Ne csináld, Feri, ez megvan. Tetszol, Feri! Ez az! Te hülye vagy! Hát ez nem tánc! Ez nem tánc, ez ideg rángás! Mire? Rúgta kockosod! Ideg rángás! Nem erre, nem szaladni, nem? Hé! Hé! Kapd el! Hol a böllél? Hol a böllél? Nem kizapját? Itt kell véget vetni. Itt ennek nagyon, nem, ezt el se kellett volna kezdened. December 23. Még nem szigyelem őket, még én is bírtam. Készüljetek. Készüljetek. Legyen a horvát kertben Budán.
Nagyon szép, ez de szép de dal. De jó, hogy máskor nőttem föl. Ez szép dal, tehát ennek van tartalma. De jó, hogy szövege, máskor nőttem. Dallama, íve, még muzsikusok húzták alá a zenét. Nem egy ilyen, ízé, valaki ráesett egy számítógépre, és jól hozod. Hát ez a zene. Te leszel az effektárom. Én effektár szét. Ott fog állni. Leszkapsz 23-án. Leszkapsz. Valaki röfög benne, ez már nem rossz. Legalább egy disznó effekt van benne. Ugye, hogy jár a fejed? Az lesz majd. Hát az jár. A idősebb hallgatóim mondják, hogy Lajos, nem kellett volna még elkezdődni a Morning Show-nak, ez már az. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hát, nagyon sűs, az egy gyönyörű megölett, asszony. Megölett, már nem találkoztak, mert már nem lakik ott. Igen, ez Balázs eme mondás, nem volt ritka, nem az élet kemény, te vagy csicska. Kopaszon is így fogod gondolni? Meglátjuk. Gyújts rá, Feri! Megfotoshopoltam Balit, vállalhatatlan. Ha kiállsz a határhoz, megáll a menekült hullám. Én még tegnap este is ittasan ugyan a széges buliban mondtam, hogy meg tudlak menteni. Csak mond a mondatot. Nem, és Feri, nem mondta. Feri, te erre emlékszel, azt mondtad, hogy de te értetted, nem? És mondom, Feri, nem tudod megmenteni. Nem tudtuk, mit mondasz. Hát, hogy Jani értette. Belekezdünk akkor, gyerekek? Ja. Bele, de én azt javaslom, hogy mindenképpen csináljunk gyorsan, de tényleg egy utolsó fotót. Egy utolsó fotót. Hányasra van beállítva a nullásgép? Ez nagyon fontos. Még se hányasra nincsen. A nullásgép az nullásra van beállítva. Ugyanis az van, hogy azt beszéltük meg a Tomival, hogy csinálunk neked különböző kis hajakat. Hogyha később elgondolkozol azon, hogy szeretnél punknak lenni, vagy Terminátor hajat szeretnél, akkor az mind lehet. Meg tudjuk ezt oldani? Hello Tamás, jó reggelt kívánunk neked, megérkezett Zsidró Tamás, jó reggelt. Jó reggelt. Csak mondom, hogy egy ablaktisztító spritzni van a kezében. Tehát piros a teteje, egy műanyag fehér flakon, amivel az ablakot tisztítjuk. Igen. Ez nagyon rá kell. Inkvizíciós eszköz. számomra ez nagyon ismerős hang, de neked még szokni kell. Igen, de miért van az, hogy ezt a fodrászok ilyenkor ilyen kaján vigyorral az arcukon annyira élvezik? Hát nézd meg, kivirult a Tamás is. Látom rajta, hogy álmosan megérkezett, látod, és egészben azért azt hiszem, tegyük hozzá, hogy a te hajadhoz érted, ember nem került nagyon közel. Ritkán, ugye? Nagyon ritkán. Van, igen. Egy bejáratot fodrászol, ez szerintem ez marha nagy dolog szakmailag, egy 1 cent is nyírni, nem? Hát, a sima gép leszedél. De hát én úgy készültem, hogy az legyen, hogy csinálok 3 hajat. Hát, elérjük a végét a dolognak, tehát az a 3 cent is, legyen szerintem egy terminátoros, nagyon jó. Legyen egy punk, és utána a befejezésük pedig egy olyan 3 centi. A szomorú. Milyen 3? Egyet mondtam, az alá nem menjünk, de egy ilyen 10-11 milliméter bevállalok. Tehát azt tartjuk. 10 és itt. Na! Ne dugdossál már kézpénzt a zsidrótalás zsebébe. 12 milliméter. Jó. Na vegyem le a kabimat? Ne veszem a kabimat. Vedd le, ne legyen nagyon hajas. Érted? Gyerekek, tudod, mondtam, hogy hajas is jöhetett volna, de hát aki elsütni ilyen zsidró viccet, az nem tud hajat venni. Tamás egyébként azért örül nagyon a lehetőségnek, mert ugye a hétköznapokban mindig arra törekszik, hogy valami nagyon eredetit, valami nagyon fazont, valami nagyon-nagyon nagy dolgot csinálni, és most végre visszatérhet az alapokhoz. Így van. De én a biztonság kedvéért, illetve nem a biztonság kedvéért, hanem azért, hogy meglegyen az összhang, azt szeretném, hogyha először alul tolnánk le. Először alul csörtessünk át a bozóton. Alul olyan vagyok, mint egy csempe. Mindenhonnan lehet. Na várjatok, ezért én a... Írni. Mutasd! Ó, oh, hang. Vagyok ettől a hangtól. Úszki, Feri, kezdek jól lenni. Múdi, ez nagyon volt, mint a fénykörünk. Az Luke, vagyok az apád. Azt meg tudod, te ki leszel mindjárt, nekem az apád. Jó, én azért csinálok a kis instás közösségemnek egy utolsó fotót. De nem mosolyog rajta, úgyse őszinte. Nem volt őszinte. Na, felkerült a hajvágó köpeny. Ugye? Ez a kis köpenyetek. Na, basszus, a popcornom. Ha ezt a feketét innen ellopom, akkor nullásra vágjuk? Akkor igen. Akkor nullásra. Az ne tűnjön el. Nem kell az rá. Viszont még fejhallgató. Várj, adok, igen, tessék? Tehát fejhallgató. Azt sem vágtam hajat, úgyhogy simán csak vágja. Van egy negyedik hajunk csak.
Olyan leszek, mint Leia hercegnő, megmarad a fejhallgató, tudod is. Jó. Ne veszem a fejhallgatót. Nem, úgy nézek, mint Lando Calrissian asszisztense. Oké, mehet, persze. Na, most mi spriccizel? Persze, hát be kell. Spriccizel. Elindult a spriccizés. Olyan, mint tényleg, mintha valamilyen, nem tudom, valamilyen ilyen, ilyen. Isten, de utálom a hajlomnálatnak. Ugyan, hogy egy műtéten lennie. De most spriccizel, most, de amit most mit csinálsz? De most nem látom, nem látom. Ezt 10 éve letolottad, te már túl vagy rajta. Nekem a hajam az valami teljesen más univerzum. Tehát, hogy az a brandértékemben a 40% érted. Az most el is megy, nem tudom, mi lesz így veled. 30 a képernyő, 10 a rádió, 5 az eszem. Igen. Most nem tudjuk egyébként, mert lehet, hogy te vagy a televíziózás sámsonja. Hogyha levágjuk a hajadat, akkor eltűnik minden, ami amire gyakorlatilag felépítetted a karrieredet. Lehet, hogy levágjuk a hajadat, és ez lesz, hogy és holnap este csak az lesz, hogy hogyne, persze. Gyerünk, most mi lesz? Mit vágsz? Most a Terminátor, az egyes a Terminátor. Jó, oké, az egyes a Terminátor. Úr, érzed, hogy elszabadulnak a hajhagymák? Ez nem jó. Ennyi év után levegőt kap végre az a sok kis pici hajhagymá. Végre szabadok vagyunk. Hogy fogsz kinézni? Feri. Hozzatok egy cigit még, megmentjük a többi gyereket. Istenem, Jézusom, konkrétan könyvbe lábadt a szemem, mindjárt elzsírok magam. Na jó, mit szoktam mondani? Nem az élet kemény? Aha, ismételgess csak. Az a baj. Kapaszkodjál. Tudod, ilyenkor minden. Fú, de rossz hangja van. Na, a fél oldalamról már eltűnt, mondjátok, mit láttok? Tiltással a sajtosunk, csak én csináltam, hogy de ez nem lesz így egy centi. Tessék? Ez így nem lesz egy centi. Menj, kevesen. Mondom. Kevesen. Ne, Tamás, léci, tartsd az egy centi. Most már mindegy. Egy centi, tartsd. Most már mindegy. Menj, vágsz. Kopaszra vágtam. Egy centi? Aha. De figyelj, azt mondta Feri, hogy itt kopasz. De tök jól néz ki. Teljesen jó. Szerintem rohadt jó. Nagyon jól néz ki. De csinálj már, léci. Hallod? Kérlek szépen, tartsuk az egy centit, ebben maradtunk. Tamás, ne rosszalkodj. Az oldala. Ja, az oldala. Jó. És a teteje lesz egy centi. De hallod, várjál, figyelj, ez egy hullással levágtad. De hogy is, nem. Mi az, hogy vontal? Az a... Persze, nem, ne aggódj. Imádom. Te lesz egy nulla. Nagyon jó. De egyébként ez nem rossz. Várjál csak, nem mondd meg. American History X. Edward Norton. A kedvenc filmem. Oké, na vágjunk. Na, persze. Most figyelj, már menjünk. Én egy centit kértem. Figyeljetek, most az egyik oldalon már le van vágva, csak üzenem a Sivinek a Gátállendbe, hogy sok profilos képre készüljetek. Másik oldalon még van. Tehát ő nem úgy volt, hogy egy csapatban van. Tudom, hát veled kéne, hogy legyen, most egyelőre velünk van. Sokat dolgozik egyébként a TV2-ben is, csak mondom. Ebbe az is benne lehet. Figyelj, ha menő vagy, rágyújtasz tényleg. Tehát, hogyha menő vagy, rágyújtasz. Milyen oldalról? Nagyon durva? Ne hallgass a Sanára, ő elfogult, tudod. Szerintem nem nagyon rossz. Jó. Egyébként így most úgy nézel ki, mint egy madárfészek. Aha. Ugye? Mint egy ilyen gólyafészek rá. Minek az embernek ellenség, amikor itt vagytok. Nem, nagyon helyes. Nem kell emberkedni, gyerekek. Erről van szó, hogy itt az ember keménykedik, meg bedobja, hogy letolatom a hajam, érte, bízik abba, hogy a Feri rágyújt. Nem kell keménykedni. De fura, hogy Palás hangja van ennek a srácnak itt velem szemben. Add vissza, hova tetted? Úristen, figyelj, de konkrétan. De csinos egyébként. Mi lett a reskontóval, Misi? Halom, pakkot is kaptál. Aha. Most ez most már Terminátor? Ez most magyar a Terminátor? Én ebben gyerekek egyáltalán nem látom a Terminátort. Mondjuk egy ilyen az üveg visszatükröződésre látom, de azt nézem, hogy mindenkinek nagyon riadt feje van. Aha. Hát, nem nézel jó ki. De nekem tetszik. Most még így nem erős. Ez most még így nem erős. Ugye, mi van, ha nem vágunk három olyat, hanem letoljuk? Tehát, hogy csináltunk itt még négy fejet, de így is egy jó egyet, és aztán toljuk. Ez azért mégiscsak az év egyik eseménye, számodra pedig az évszázad. Komolyan. Egy száz cigi, Feri, hát ez egy száz. Most már mindegy, most már hiább, tegnap este mondtam. Egyébként Feri tegnap még tényleg azt mondta, hogy ilyen férészegen nagyon kedvesen, ha akarod, Bali. Akkor most megmentelek. És rágyítok. Mondom, Feri, nem lenne korrekt most itt férészegen, hogy belé tukmálnék egy cigit, nem lenne korrekt, nem lenne elegáns. És utána csinálnánk egy ilyen olvasói fotót, és elküldenék. Ajaj. Hát, csinos egyébként. Aha. Csinos. Ezt úgy megyek, hogy mások által csinosnak. Tamás, mennyi idő alatt nő ez vissza egyébként? Szerintem nagyon gyorsan. Egy év. Egy fél év. Szerintem 2-3 hónap alatt. Ez a haj, ez simán. Hát 10 centi a teteje. Most meg fog lódulni. De?
Jaj, de meglódult. Sogy rögt. Meglódult. Meglódult. Azt mondják, hogy optimális, én utána olvastam, optimális esetben egy centit nő egy hónapban a hajad. Bárfival is, meg minden hajszesszel, meg mindennel. Ott már mindent beletettél. Tehát ez, amit a teteje neked 10 centi körülbelül, az egy év. Jó az. Őrizzétek meg azt a képet, ami ez a fiú volt valaha. De most még egyébként szerintem még talán vállalható nyilván. Most hány centit is láttok? Ne. Hát most egy. Feri, dőlj hátra és pörzsöld meg a szivar végét. Gondolkoztál rajta? Hogy elkipant egy óriás kohibát? Á, magam miatt nem egyébként, mert ha az a baj, ha egyre rágyújtok, akkor azonnal vissza fogok állni. De miattad nagyon rá akartam. Hogy most bejössz és rágyújtasz? Hogy most ekkorával így. Igen? Ha, de az a baj, ha most rágyújtok, akkor vissza fogok szokni, és azt meg még nem akarom. Azt majd csak jövő héten. Konkrétan oldalt elkezdett fázni a fejem. Tehát így a hideg levegő, megérzed a hideg levegőt. Ezt a szokd, ezt az érzést. Persze, jó lesz holnap 300 ember előtt ott állni. Tehát ez így konkrétan fázik oldalt a fejem. Tehát ott már ugye nincs haj, ott eltűnt. Most ebben a pillanatban a lelki személy előtt látom, ahogy mint Tom Cruise a trópusi viharban, Kolosi Péter sétálgat fönt a hatodikon, egy headsettel a fején, és hallgat minket, és adjatok neki, toljátok le! Gyerekek, hát a vágás meg minden itt történik rá. Kérlek szépen. Ezt azért nem adjuk oda. Igen, ide nézés. Fülegjött a vezérigazgató, hogy csinált, hogy Jézus Mária! Az ott Balázs, ott az ott Balázs. Igen. Na de várjál, ez nem a végeredmény, főnök, csak mondom, hogy ez nem a végeredmény. Igen, vagy Jézus Isten, ez ennyire durva, ennyire szörnyű. Hát még nem. Igen. Majd most lesz le az. Le kell mondanunk azt a januári kampányfotózást, basszus. Jó, most hogy állunk? Most van a Terminátor? Most van ez a Terminátor szett. A Terminátor. A Terminátorról még csináljunk nyugodtan, jó? A Terminátor, azt még felrakjuk a Instára, Facebookra, mint mindenhol. Ezek a képek egyébként még lehetnek, drága hallgatók, úgyhogy te ezt föltesz. Ez jól áll még. Figyelj, nézd, figyelj, ha nem vagyunk itt 20-an, Árpi feketébe öltözött konkrétan. És mindenki kaján vigyor az arcán, megérdemled. Jó, így lesz. A mondatok, ne frizurázzá, adjad neki, ne kimélt. Ez nem a szalon. Igen, mert a Tomi akar valamit izét beletenni, trükköt, hogy nézzék ki normálisan. Ne! Tehát fog egy centi mindenütt. Csak mondom, hogy minden egyes fejbólintásoddal az egy centiből vágatsz le újabb milliket. Tényleg, ahogy belebólintja, mert a Tomi nagyon jó. Nem mozdulja. Jön utána, nem tudod. Most ugrott az egy centi. Most ugrott a fél centi, Bali. Atya Isten, hajrá Tamás, hajrá, tolja csak nyugodtan, várja a sereget, kell az ember a hattápra. Vigyázz, ott a vathús. Így van. Bele ne vágj a vathúsba, elvérzem. Tamás. Egyébként, hogyha például Tamásnak az arcára nézel ilyenkor, és látod rajta azt a kaján mosolyt, akkor az a fajta mosolyom az ő arcában azt érzi, hogy igen, jó szakmát választottam, igen, otthon vagyok, igen, megérkeztem. Végre. Figyelj csak, Tomi, itt van nálam ez a szálcigi. Ha elszívom idáig a tövéig, akkor a füstszűrő az pont egy centi lesz. Jó? És akkor ahhoz tudsz viszonyítani, jó? Ahhoz tudsz viszonyítani. És figyelj, és a Feri betette azt, ne! Berakott egy szálcigit a szájában! Három hónapja erre várok! A legnagyobb rodéka megcsinálod. Gyújts már! Nem, mert a rágyújtok vissza fogok szokni. Nem, a legjobb. Nem, Bali, letoltad ezt a cigit. Ez viszont tényleg az utolsó, és elszívnád. Feri konkrétan itt áll a stúdión, hogy öngyújtóval és egy szálcigarettával a kezében. Figyelj, egyébként Feri, tehát, hogy rágyújtani, hát rágyújtani az egy olyan dolog, hogy az, ahogy meggyújtod a cigarettát, és leteszed magad mellé szépen. Neked ugye arról van szó, hogy beleszívjál. Bármikor rágyújtod, így leteszed, behozunk egy hamutálat, ide leteszed, ott érted, ott van, te mégsem nyúlsz hozzá. Ő az ECS Géber. Vigyázz, aki rosszra visz, Feri már az öngyújtóval játszik. Igen. Azóta semmi? Nem, még így sem. Azóta semmi. Tök érdekes. Aha. Jó, ez a dohányzás, hadd próbáljon van ki. Jaj. Figyelj, és csak óvatosan. Feri betette a cigit a szájába, és majdnem rájött. De mit mondasz, Jani, ha így most így, mert úgy gyújtom meg, hogy nem szívok bele, és itt van csak mellettünk, az ér. Ugye? Azzal nincs semmi az gond. Nincs. Tehát akkor nem gyújtottál rá, csak meggyújtottál egy cigit. Hát a hajvágás közben az még a fogadás, csak ez már vissza nem nő, tehát effektíve akkor már mindegy. Aha. És tudod mi a jó? Tegnap este álltunk a helyen, ahol volt a céges bulink, és azt mondja a Viki, hogy azt tudod ugye, hogy mekkora hülye vagy, mondja ezt élete párjának, én pont ott álltam, tehát hogy nincs.
a fogadásban olyan tét, ami nekem rossz. Az leesett bárkinek, hát, hogy nem volt ellenfogadás? Hogyha rágyújtok, akkor viszont megteszem. Én úgy mentem bele, hogy kopaszra tolatom a hajam, hogy nem kértem ellenértéket, hogy te mit csinálsz, viszont ha rágyújtasz. Csak az semmi. Volt. Én azt gondoltam, hogy valami majd csak előjön. Én kitaláltam dolgokat. De aztán így valahogy nem jött szóba. Senki nem kérdezte. Hát, ha nem érdekel benneteket a dolog, akkor ne. Hát akkor legyen a mérleg serpenyőjében az egyik oldalon az, hogy te letolatod, a másik oldalon meg semmi. Igen, hát a másik, én magam érted az egészségem. Van még egy szál cigit fel? Tudok adni, oké. Na, mert én viszont bármikor átgyújtok. Szeretettel. Nem áll! Nem áll! Gyerekek, a Jézusom, a Jani! Teljesen elítéljük természetesen. Gyerekek, én azért elloptam a sót, azért legyünk őszinték ezzel kicsit, de azért a respekt azért az a Ferinek jár tulajdonképpen. Tehát ő letett egy olyan addikciót, amit 30 éven keresztül nem tudott letenni. Persze nyilván hát azonnal elvettem tőle. Bocsánat, csak egy viccesebb végéket. Nagyon jól lesz. Egyébként, ha Julininek üzenem, édesanyának, igen, hogy eddig is tiszteltem, szerettem, de most már még inkább, mert tényleg fantasztikus dolog volt, hogy megtartotta a vízfejű kisfiú. Kolosi Péter SMS-e, veled vagyunk, Balázs. És tök őszinte, nyilván. Igen, veled vagyunk, persze, vagyunk, szokolunk. Balázs. Rengeteg smiley jellel. Veled vagyunk, Balázs. Nem én voltam az, aki betelefonált két nappal ezelőtt. És köszönés helyett csak annyit mondott, apró betűs. Igen. Köszönjük Péter a remek ötletet. Igen. Veled vagyunk, Jézus. Balázs. Jönnek az SMS-ek. Tényleg most már ebből elegem van. Add ide azt a mockot. Ad ide. De nézd meg, hogy mesterfodrász, és még marad benne valami jó. Marad benne valami jó. Nem. A Tamás nem érti. Tamás, told le. Tedd meg. Így van, meg semmi gond nincsen. Tedd meg, amit meg... Nagyon jó. Nem, figyelj, ő egyébként téged most kínoz. Egyre inkább az az érzésem, hogy a Tamás ezt direkt csinálja, ő élvezi ezt. Atya Isten, milyen? Mondd csak, 1-től 5-ig, Jani, milyen? 1-től 5-ig, tessék! 1-től 5-ig? De milliméterben? Figyelj, nekem, én még ennek örülnék. Már nem, annyira. Add ide, megmutatom. Figyelj. Jó, figyelj. Fölállítod, igen. Ez figyelj. Így egyszer. Nem baj, ha nem okozol nyílt sebet. Így. Tessék. Most Feri átvette. Jani arca viszont egyre rosszabb. Jani? Tessék. Jani, mondj valamit, Léci, mondj valamit. Maradj a főzés. Jani, mondj valamit, bármit, tessék. Maradj a főzés, Léci. Figyelj, zseniális. Tessék, így csináld meg. Nagyon jó. És Feri megmutatta Tamásnak, hogy mi a méret. Emlékszel Jim Carrey-re az én és én meg az Irénbe? Ez kezd olyan lenni. Na, fiam, az a durva, elmondom mi van, hogy én mit látok belőletek. Vidám, mosolygós arcokat láttam. És most egy picit mindenki elkezdett elkomorodni. És ettől egy kicsit tartom. Már senki nem mosolyog. Egyre riadtabb a tekintetetek. 20 arc van felém, én nézek felétek, mert ugye úgy írunk, és mindenki áll itt a stúdió előtt. Eddig jó volt. Konkrétan eddig mindenki mosolygott. Annyi van egyébként, hogy tőlem, jó vagy. Tőlem az utóbbi években rengetegszer lehetett hallani azt, hogy Balázsnak jól áll a rövid haj. Felejtsétek. Hazudtam. Ez a durva, hogy elkezdhetek elkomorodni. Igen. Nagyon durva? Most már nagyon. Nagyon durva. Azért, mert ezt mondtam, mert a Tamás... Akkora állat vagyok. Igen, akkora mert eddig vagyok. A Tamás szépre nyírt, de most van az egy centi, és így van, adjál neki, ahogy én belenyírtam az elején. Van egy kis holló. Azt mondja a hallgató, Bari, mostantól kezdve hallani fogod a hópelyeket. Nekem ugye egyre másra filmes analógiák jutnak az eszembe. Philadelphia, Tom Hanks. Hát amikor a vezérigazgató kaján mosolyalva, a kiflét majszolyalva fotóz minket. Igen, és mindenki jön és be. És nagyon röhög. Na? Nem rossz. Figyelj. Így van. Úristen. Figyelj, nyilván egy csomó ember... Milyen, nem tudom megszólni. Úristen. Ja, Isten. Oké. Megvan. Figyelj, vigasztad magad azzal, hogy rengeteg nő van a világon, aki imádja Brad Pittet, de szerintem John Malkovich nagyobb. Mert rá most már jobban hasonlítasz. Bocs, Viki. Kész vagyunk? Nem, még ott hátul. Az új kollégát. Hátul még ott van. Ja, és nem, folyik a könnyem úgy rögtön. Hát, drága gyerekek, drága hallgatók, a fogadást elveszítve, ez lett. Férfi vagy, na, hogy tartottad. Én még nem néztem, még nem láttam, még nem néztem tükörben. Még ott a tetején. Jaj. Nem baj. Most még kopasz vagy, később gumi leszel, aztán öreg. Én vagyok a kis barátod, megismert? Ja, Isten.
ki ez a laszti fejű srác? milyen a fejforma? A fejforma milyen? Kerek? Hát, egy komolyan egy vicc. Behatárolhatatlan. Egy vicc. Okay. Aha. Hívhatlak pöfetegnek? Gyerekek, ezt nem hiszitek. Jézusom, Mr. Csiperke. Lehet, hogy a 2 centit kellett volna tartani? Aha. Úristen. Nem. Nem. Valaki mutatott neki. Ja, Isten, nagyon rögtem. Nagyon rögtél, de már nem sokáig. Csak mondom, hogy keresd elő a Röjtök Muzsai képeket. Nézd meg, hogy kihez mentél hozzá, mert az a srác, aki hazamegy, nem ő. Na, megmutatjuk addig a hármas ugrást? Mutassuk meg a hármas ugrást. Megmutathatjuk, de hát... Megmutathatjuk, de... gyakorlatilag nincs értelme semmi. Nem tudom semmit csinálni. Ma más vége. Sajnálsz? Picit sajnálsz? Picit igen. Igen? Igen. Picit velem vagy? Téged nem, a Wikit sajnálom meg, akik megnéznek holnap este körülbelül. Ezt a nagy halmazt, ezt őket nagyon, de... A stádiumokat még mutatjuk Facebookon és Instagramban természetesen, jó? Gyere. Ezt minek, Feri? Ne simogass már. De fura. Vigasztald. De nagyon rövid lett. Úristen. Szó, ez aha. Szó. De nagyon rövid lett. Ez egy vicces adáshoz, de ez inkább szomorú. Ez itt a Best of Morning Show. Vannak olyan sportágak, ugye, ami kifejezetten nőknek van kitalálva. Talán van egy-két olyan férfi sportág, ami csak férfiaknak van, és nők nem csinálják. Nem biztos, hogy most elsőre tudnék ilyet mondani, mert a legtöbb férfi sportágat csinálják nők is. Rögbi, amerikai foci, azt nyomják? Vannak? Amerikai focit nem nyomnak nők. Azt egy picit sajnálom. De rögbit azt hiszem, aha, hogy vannak női rögbi válogatók. Az amerikai foci spandex gatyái, azt gondolom, hogy jól mutatnának sok nő. Igen, viszont vannak olyan sportágak, amikben egész egyszerűen nem tudsz elképzelni mást, mint nőket, és az egyik ilyen az a szinkronúszás. Ugye, hát egyszerűen nem tudsz elképzelni más embereket, mint 40 kilós, nagyon szép lábú, orcsipeszes, rettenetesen ronda, ilyen fürdősipkás, egyenarcú, halálra sminkelt. Tényleg, hát brutális, erősen kifestett, ilyen vízállós műben a lábukat dobáló nőket. Ugye, ez a szinkronúszás. Nincs is sapkájuk. Valami van a fejükön. Van. Valami ilyen van. Szép konyba csavart haja. Vagy konyba, tényleg nem igazad van, ilyen konyba csavart haja. Vele van lakkozva. Na. És gyönyörűek. Azért azt tegyük hozzá. Gyönyörűek egyébként, igen. De most jön a lényeg, hogy van egy úgynevezett fina. Hogy? Fina. Fina. Egy jó fina. Igen. Egy jó fina, az minden megolajoz. Így van. Ez a vízi sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, aha, akik kitalálták, hogy tartanak egy rendkívüli kongresszust, és ezen a rendkívüli kongresszuson ők elfogadták, pontosabban elfogadták azt a szabálymódosítást, amely szerint a jövőben férfiak is versenyezhetnek műúszásban és szinkronúszásban. Ah, eljött az időd. Eljött a világ. Most már értjük, hogy miért hoztad be. Nem akarok egy olyan világban élni, de tényleg nem, ahol férfiak szinkronúsznak. Tehát egyszerűen nem. Nem fogadom el ezt a világot. Mi a baj veled? De tényleg. Mert szólóba akarja tolni. Hát egyedül szeretnék szinkronúzni és elindulni 2020-ban. Vagy 26-ban, vagy látom, ha itt lesz nálunk az olimpia, mert hogy újra lángra kapott ez a kezdeményezés. Hát miről szól a dolog? Kecses lábú, hosszú lábú, vékony nőknek nézed a lábát, akik néha megfordulnak, főn egy ilyen orcsipeszes nő körbenéz, visszamegy, azt mondom, oké. Okay. Nagy, 43-as pracliú, szőrös lábú férfiak ott fognak műúszni, vagy pedig 43-as lábú borotvált, igen, férfi lábak, önmagában már ugye elég fura, borotvált férfi lábak, ilyen nagy 80 kilós emberek becsobbannak majd, és szinkronúsznak. Na, te nem kellene, hogy borotváltak legyenek ezek a lábak? Hát, na, az összes úszó borotvál. Na az, de lehet, de hogy a szinkronosítás az nem kell. Tehát ott nincs még nagy sebességbeli eltérések, hogyha valakinek borotvált vagy valakinek szes, mi nem tudnád elképzelni azt, hogy mi például Ferivel becsobbanunk együtt a vízbe. Hát mondjuk azt én sem. Hát azért érted. Azonnal kiszúrnék veletek, mert ha hárman csinálnánk, én gyorsan leborotválnám, és akkor viszont szólna az edzőbe, hogy gyerekek, ha egy leborotvált, a borotválja az összes. Igen, azonnal kéne borotválnod. De nem, a világ attól szép, hogy néhány dolgot csak a nők csinálnak. És attól működik, hogy néhány dolgot nem csinálnak a férfiak. Takarítás, mosás, főzés, gyerekszülés. Te rohadt hívsoviniszta állat. De tényleg, tehát jól áll a nőknek. Hogy néz ez ki? Jön majd a grúz válogatott, 3 darab 120 kilós, nagy darab szőrös grúz ember beugrik a medencébe és szinkronúzik? Hát ne csináljuk már. 70 kilós grúz nincs, aki nem szőrös. Tehát, hogy kicsit most ez olyan jól hangzott, hogy tipizáltál. Kicsit a sztereotípiák döntöttek. Jó, de el tudjuk képzelni, hogy férfiak ezt csinálják. El tudod képzelni, hogy Soma oda jön majd hozzá 16 évesen, és azt mondjad,
apa, megvan a jövő. Szeretnék szinkronizni a grúz válogatottban. Foci, tenisz. Honosítanának. Most hívott fel Csorbanidze bácsi. Boxolnál, fociznál, mit csinálnál? Szinkronizni. Igen, igen, fekve nyomnál, erőt emelni. Nem, apa. Szinkronúsznék. Szeretnék egy szinkronúszó nadrágot születésnapomra. Persze, azt mondtad, hogy ússzál fiam. Hát pedig, amíg én vagyok az apád, te nem fogsz szinkronúszni. Én vagyok a konyhában. Istenem, miért csinálod ezt velem? Nem lesz meleg, tehát hogy attól még, hogy szinkronúsz. Mit lehet tudni? Nem azzal, nem azzal van, hogy azért lesz szinkronúszni. Jó, akkor így is mondhatja, hogy Nem mondjátok, hogy ez, hogy akartok egy ilyen világban élni. Hát a húzválogatott van, nem, mert az nem életszerű, ugye? Már csak 4 óra van hátra, rajtig, gyerünk borotválkozni. Tehát, hogy ott nyilván ott azért nehézkesebb a dolog, de hát... Műúsznak és szinkronúsznak. A szinkronúszás, amikor ugye többen csinálják. Igen. A műúszás, amikor ugyanezt csinálja, csak a egy. A műúszás az az, amikor csak úgy csinálnak, de nem igazi úszás. Nem, az víz nélkül van. Ja, mert azt írja ez a hír egyébként, hogy a FINA megengedte, hogy szinkronúszanak és műúszanak, vagyis lehetnek vegyes párosok, ami szintén nagyon fura, de hogy lehet csak olyan, hogy csak férfi szinkronúszik, vagy műúszik. De melyik a műúszás, amikor egyedül van? Mert a szinkronúszás, amikor ugye többen csinálják, és lábakat látszik, csipeszel az orrukon. Mi a műúszás? Hát akkor a műúszás az egyedül, az a szóló, nem? Igen? Ha nem vagyok otthon ezekben a sportokban, talán. És megvan az, ahogy... megvan az, ugye mit látunk a női szinkronúszásnál? Látsz fejeket, megfordulnak, megérkeznek, és gyönyörűen nyomnak így majd van. Egy spárgát, és ez azért azt a férfiak tovább gondolják, hogy spárga. Fejjebb. Mit látsz majd, ha látsz 6 embert, aki megfordul, 8 zsák följön a vízből. Várjál, 6 embernek 8 zsákja van, akkor az nagy baj. 8 zsák, akkor 8 ember. 8 zsákot látsz, és azt látod, hogy 8 zsákot finoman spárgázik. De van hát rajta nem a nadrág, nem fogod a zsákot látni, hát hagyjad már. De fűdő nadrág van rajtuk, és azt nézed, hogy ó, nem tudom, a kis grúz, nem tudom milyen nevű embernek mekkora zsákja van, a kicsinek meg milyen kicsi hát zsákja már, van. Ha fecskébe tolják. A nőknél és azért pedig ilyen úszóboxerbe. De akkor is. Hogy fog ez kinézni? Hát a nőknél azért ez szexi. De szépen, azért nézed helyesek. A szinkronúzást, hogy... Nem bírok szinkronúzást nézni. Én szerintem az tényleg. Tehát de miért ez egy szörnyű sport? Mert nem, nekem nem tetszik. Gyönyörű. Mi a szép benne? Jó, zene az, szól. Hogy ritmusra csinálják, egyszer minél többen vannak, annál megdöbbentőbb az egész. Ilyen spices, kicsit ilyen 30 éves, mégis 140 centis, 20 kilós nő ott spicesen kalimpál. Nem ihatnak előtte. Kijönnek nagyon integetni, és mindig úgy néz ki, mint egy matrióska baba, és a rommá vannak sminkelve. Szerintem az egész szörny. Mert mindig az orosz válogatottat nézni, ezek szerint. Ez is ez. Matrióska baba. Nyilván. Igen, kérdezi valaki, hogy a FINA mellett megjelenik a föcs. Egyébként tényleg már a neve is, ugye FINA. Tehát, hogy egész egyszerűen nőknek szól, ezt értik, ezt angolul értik, magyarul is, hogy FINA. De most megvan, értitek ezt a dolgot? Hogy, hogy fog kinézni egy... És lesz egy kisebb szervezet, a FUKI. A magyar férfi szinkronúszó válogatott. Ez a beszédes nevű FAK. És ott ahol van, a vegyes párosok indul. Horváth Szilárd, 26 éves, viszi majd az olimpiai zászlót, a magyar szinkronúszó válogatott férfi tagja. Ennyi. Hát és milyen egy gyönyörű sport, ott is össze kell dolgozni, érted? Rengeteg edzés van mögötte. Gyerekek, én nem vagyok konzervatív. Nekem még tényleg a férfi aeróbik is néha egy picit olyan fura, amikor férfiak ilyen angol spárgába hirtelen nyomnak egy spárgát a levegőbe, fekvőtámaszoznak 3-at, ugranak egyet. Még az is fura, bár tudom, hogy azért ahhoz sok erő kell. De én még azt egy kicsit... amit nem tudok megcsinálni. Nem azért, hanem egy kicsit úgy nézek rájuk, hogy fura, de hogy közben értem, meg valójában sok mindenről szól. Na de azért a szinkronúzás. Milyen sportágak vannak még, ahol nehéz elképzelni a cserét? Vagy hát, nekem van egy régi álmom. Hogy te szeretnél valamit kipróbálni? Igen. Na? És ez pedig a rúgtánc. Ne! Nagyon komolyan mondom. Én a rúgtáncot azt már nagyon régóta ki szeretném próbálni. Picit frusztrál engem is a dolog, hogy elmenni ott, aztán ott pörögni. Meg ilyesmi, meg hogy ott spárgázni, meg olyan fura az egész, de hogy így valahogy így izgat. De melyik része? Hát úgy az egész, hogy ott pöröksz a rúdon, meg hogy azért abban van egyfajta mozgáskultúra is, hogy kicsit ilyen helyezkedett, hogy szólózol. Tehát az erotika nagy rész, tudod? A Juli például volt ugye az Almánál, a Pirner Almánál, megtanulta. De hol érzed az ellentmondást? Odáig de én hol? Is meg vagyok, hogy hozzá elmenni, ez jó. De és hazamész, és akkor megmutatod a Mónikának, hogy ma ezt tanultuk. Nem? A beépített koromorúdat. És pörög, és pörög, és pörög, és pörög. És utána pedig kiszakad a falból.
Na jó, de ott nem az erotikáról szól, tehát ott te erőgyakorlatokat szeretnél végezni. Meg, meg, meg hogy lenyűgöz. Tehát, hogy egyszerűen hihetetlen, hogy egy teljesen pőre, egyszerű, hétköznapi eszköz, gyakorlatilag egy cső az egész, semmi más. A plafon és a jó esetben, a plafon és a padlók között rögzítve, érted? És fantasztikus dolgokat csinálnak. Mondjuk, figyelj, ha táncolsz, én adok bugyi pénzt. Tehát, hogy az biztos, hogyha hozzám egyszer eljössz, ott felkapaszkodsz valamire nálunk, én teszek a bugyitba. 5000-10000 forintra nálam jó vagy. Tehát ott kicsit ezt kérem, kicsit azt kérem, kicsit spárgázzál, hajolj le, nézz át a lábad között, nézzél vissza a lábad között, tőlem kapsz bugyi pénzt. Ebbe biztos lehet. Tehát de, én elmegyek egy striptizbárba, ahol te táncolsz, ott te nem mész haza üres kézzel. Összeközben majd a tekintetőt. Hát, és mozog a csípő. Figyeljetek, én láttam nemrégiben egy felvételt, azt mondja, hogy az ukrán csillag születikből, és ott volt egy lány, egy ukrán rútáncos lány. Jól mondtad, itt van a titok, ukrán rútáncos lány. Tehát most mondtad el a titkot. Tehát nem ukrán rútáncos fiút láttál, hanem rútáncos lány. Legyen bomba teste, legyen jó. Egyébként abba hagynánk a rádiózást, hogy 12 év alatt ott kimennénk Vikivel Amsterdamba. Valahol csak így egy hétvégére egy kis piros lámpás negyedre. Menjünk be ebbe a bárba. És mit látnék? Tudod, a 9,5 zenéjére egy ilyen nagyon fura kis ember. De ismerős, nézd már, menjünk már kicsit közelebb. Megfordulnál, így rám néznél, felcsillan a szemed, oda jönnél, kicsit pucsitanál. Dobj egy puszit, mutat. Dobj egy puszit, nagyon jó. Aaa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 
felfoghatatlan. Még egy csomó sportág eszembe jutott közül, hogy mitől vagyok rosszul. Férfi után szintén. Női testépítés. Én a büdös életben nem fogom elfogadni, se megérteni, se nem fog tetszeni. Már a foci oké, a box oké, de amikor ilyen kicsit agyonszteroidozott, majdnem bajszos, 70 kilós, nőnek álcázott, mell nélküli, férfiak néznek veled szembe, és izmos, de hogy nem tudná hozzányúlni, nem látod benne a nőt, mert eltűnt belőle a nő. Ennő eltorzult arccal, szétkokszolva, mell nélkül, hogy ebben mi a szép? Felfoghatatlan. De az is maradjon meg a pasiknak, nem? Igen, én egy olyan fitness modellségig szeretem azt, amit szép, hát a hölgyek csinálnak, de tényleg a női testépítés az már elég fura. Ugyanakkor például lehet, hogy a női testépítéssel vannak gondok, meg adott esetben nem nagyon tud velük azonosulni az ember. Én például a női súlyemeléssel tökéletesen tudok azonosulni. Nagyon sok hölgy számára szerintem azért alkatilag, meg ilyen-olyan adottságokból kifolyólag ez az egyetlen, vagy ez a fő csapás. Hát hogy belenyomjon a 150-be szakítva. Tudod, az orosz, nem tudom, Olga, nem tudom, szerbeje van, jön 140 cent és beleordít a 200 kilóba. És fatörzs jön be, és így gondolkozz, hogy elringatja ott a gyerekedet otthon, mert nem tudom, közel nem egy kicsit edzeni, és belenyom a 250-be, tudod. De hát ha egyszer genetikailag szélesebb a vállam, mint amilyen, mit csináljam? Hát még annyi szép dolog van. Hát, de nem balettozhat. Na balett, férfi balett. Gyönyörű, és olyan mozgáskultúrájuk van, hogy... Tessék? Na ott az acsi, amit téged zavar, ott van. Rettegek, hogy a Benny hazajön 16 évesen, hogy látta a diótörőt, és ő neki nem szól másról az élete, mint hogy ő férfi balettot szeretne. És ott fogok ülni lesújtva, és tudom, hogy gyönyörűen mozognak, és olyan mozgáskoordináció, és úgy bánnak a testükkel. Én mindent értek, anyám elvitt egy-két balett előadással, nyilván kihúztam a gyufát valamiért. Igen. Végig kellett ülnöm, én ezt értem. De szóval, miért? Hogy mert nekem az is annyira nőies, de közben de hogyha neki az kell, hogyha az ő lelke, az ő személyisége, az ő egója így teljesül, hogyha megkérdezed tőle, hogy mit csináljunk a hétvégén, Benny? Piruettet, sok piruettet. Van idő, piruettet. Szóval én nem tudom, ezek a szerepcserék érdekesek. Láttam férfi balettot, egyébként gyönyörű, ahogy táncolnak. Tehát, van egy nagyon jó film, azt többen írják egyébként, az tényleg jó, Billy Elliotot nem láttátok? Nagyon jó, egy angol dráma. Jó film. Igen? Te láttad a Billy Elliot-ot? Billy Elliot. Zombi. Egy zombi? Nincs benne zombi. Nagyon szép film. Akkor egyébként. És érdekesen vázolja azt a helyzetet, amiről beszéltünk, mert hogy pont erről szól. Egy bányás család, ahol a fiú boxol, aha, és arról szól a történet, hogy a fiú meglátja a boxterem melletti teremben, hogy ott balettoznak. És nagyon érdekesen vázolja ezt a fajta idézőles drámát, ahol egy bányás családban az idősebb testvér, meg az apa, hát ugye a bányás család megtudja, hogy a kisebbik gyerek balettozni szeretne. Gondold el, azon időkben bányás család, ugye hát a box az egy kemény férfias dolog.
És a fiú elkezd táncolni, de nem engedik el végül is a vizsgatáncára, és akkor az apja észreveszi, hogy ő balettozik, abból van egy nagy konfliktus, majd látja a fiát táncolni, és ott jön. Alibiből azért időnként leüt valakit a terem. Igen. Nagyon szép film egyébként, és nagyon szépen ábrázolja ennek a dilemmáját egyébként, hogy mint szülőt elvársz valamit a gyerekettől, hogy minek szeretnéd boxolni férfias, és a gyerek közben egyszer csak hazajön, és azt mondja, hogy balettozni szeretnék. És mit csinál egy bányás családban az idősebb férj, meg az idősebb testvér, meg az apa, és aztán hogy oldják meg ezt a konfliktust? Szép film, egy angol film, nem amerikai. Nagyon sikeres volt, ahogy így most rámentem az adatlapjára, ők is 3 millió fontból 72 millió fontot csinált. Igen. Több mint 100 millió dollár. Nagyon szép film. Billy Elliot, ez a címe. Nincs is magyar címe, tehát nem is adtak neki semmilyen magyar címet. Na mindegy, érdekes a dolog. Nem nagyon jelentkezett olyan, aki szívesen mesélne nekünk férfiként szinkronúszó álmairól. Hát mert most vízben vannak tolni. Gyakorolnak. Tényleg. Nem van a fejed, nem hallod. Vagy Marlborot válnak. Igen. A kislányom mazsorettezik, és egy szegedi versenyen találkoztunk egy 40-es férfi nevezővel. A verseny amúgy junior korosztálynak volt megrendezve, hagyták fellépni, és még díjat is kapott, amit egy gyerek elől vitt el. No comment. Itt van Gabika, itt van Jucika, itt van a kis Panna, és jöjjön József. És itt van Józsi bácsi. És Józsi bácsi 40 évesen neki kell mazsorettezni. Ne mondjátok, hogy ott nincs valami zavar az erőben. Azért, hogy valaki 40 évesen megvilágosodik, és mazsorettezni kezd. Ott volt egy törés. Tehát ott valami történt. Hát meg, hogyha belegondolsz, teljesen esélytelen mindenki, hiszen a többieknek a produkciójára senki nem tud odafigyelni. Ezután meg egyszerűen nem tudod nézni a többieket, amikor Józsi bácsi abszolút külön díj. Azért ott egy 40 éves férfi néha egy spárgákba felugrik, és a kis mazsorettel nagyon-nagyon dobálja a kis botot. És kicsit szuszogba tudod, és kölyök is, és adjatok neki szalagot, és hullahopkarikát. Csodálatos. De most miért a férfi foci csapatnál ugye női pomponosok vannak, akkor a női foci csapatnál ne legyen férfi pomponányok legyenek. Ne legyen férfi pompom. Egyenjogúságot a pompom lányok között is a férfiaknak. Igen, rúgtáncoktató vagyok, 185 centi, 110 kiló és egy kicsit borostás. Jani, van esély, látod? Tehát sokan rúgtáncolnak. Nekem már te túl férfias vagy. Ja, Istenem. És hozzáteszem, hogy én biztos, hogy nőhöz járnék. Hát, értem az okot. Elmész egy órára, ha beprotezsállak, akkor elmész egy órára. Hogy nem ennyi? Nekem is volt ilyen spinning terved, aztán nem mentél el. Hát a hátsó sorba beülni, spinningezni, azért a csodát lát az ember. Igen. Kicsit emeljük fel ezt a fereket, ne csak nézelődjünk. Értem, hogy nézelődni jött azért egy spinning órán, igen. De azért sok letolna a sport is, meg az egyéb, hogy hívják, az egyéb irányú. Kiszáll a vér a fejemből olyankor. Azt már nem bírta volna az öreg szín. Egy ismerősen fia a balettos csajok miatt ment balettozni, azóta féliskola meg volt neki, szuper hajlékonyak a lányok. Na, pont. Nem, egyébként a balett szerintem az a legkevésbé gáz, tehát egy férfi balettos egyszerűen tényleg gyönyörű dolgokat csinál, az számomra egyáltalán nem baj. A szinkronúzás az inkább felfoghatatlan, mint baj. A balettot értem. Tehát olyan mozgásod lesz, és olyan mozgáskultúrát, hogy... Értesz, hogy így megy ki egy szobából? Nem, hogy egy férfi balettáncos azért az tud szép dolgokat csinálni. Tehát én még nem szeretem a balettot, de hogy szerintem az még azért érthető. Hogy dinamika, erő, rettenetes, hihetetlen komoly fizikai képessége. Azért kezdtem el táncolni, mert az összes csajt meg akartam kapni. Nagyon jó lett az arányom, 8-6, már nem táncolok. Ez a 8-6, ez még 8 igen, 6 nem? Vagy... Nem, vagy 8 nő, 6 férfi. Ja, ugye nem mindegy, hogy mi a 8-6. Már nem táncolok, sajnos így nem érném meg. Valaki igen. Gyerekek, a férfi hastáncot írják nagyon sokan, hogy van egy magyar híres férfi hastáncos is egyébként. Szóval, hát én nem tudom, egy férfi menjen el. Abaházi Csaba. Na, ez is olyan, hogy aztán bennem tényleg most semmi hímsovinizmus, semmi meg nincs. Röhögés nélkül, tehát hol? Gyerekek, ne has, hol? Ne, szóval, ne, tényleg ne. És kérdez, megáll előtted, és elkezd hullámozni a hasa lentről, fentről le, lentről föl. Érted? És akkor jobbról, balra, balról, jobbra. Én értem, hogyha még egy férfi oktat hastáncot nőknek, és oktató, de hogy egy hastánc órára elmenjen egy férfi, és ott 6 nővel, ott ilyen kicsi kis nem tudom, ilyen török szerályból elvett felszereléssel, ott nagyon-nagyon nyomja a 8-asokat a csípőjével. Fátyollal az arc előtt. Rögni fogtok, de a törökök között is van, sőt, a világbajnok is azt hiszem egy férfi. Ott talán a kultúra miatt egy kicsit talán érthetőbb, de azért itt bemész is. Hát, ne, igen. 52 éves hastánc oktató, és ott táncol mellette Józsi. Mit csináljon egy eunuch, nem? Igen.
Na jó, van, érdekes dolog minden esetre. Drukkolunk az első férfi magyar szinkronszó válogatottnak, hogy legyenek ott az olimpián, jöjjenek be hozzánk interjúzni, és hadd beszélgessünk velük egy jó, kicsit. Nem akarok. De nézd meg, tessék, Magyarország legjobbja a férfiban, tessék, Sere Zolinak hívják, itt van. Tehere Zoli. Teljes menetfelszerelésben, és olyan nyom, hogy megőrülsz. Na, hát most fűztem le a rúgtáncról. Igen, most mondtam volna hat nagyon jót, igen, de nem, már öreg vagyok, és megfontolom minden szavamat, nem, elengedem. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország legjobb.